És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. Elgondolkoztam. 6 óra múlt 17 perc, jó reggelt kívánok mindenkinek. Feri már tapsol. Halló, Feri, jó reggelt. Hello, Jani. Sziasztok, jó reggel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Szép reggelt mindenkinek. Verőfényes napsütés, 30 fok, gyerekek. Gyönyörű idő, és már világos, ugye, mert hogy 4:08. Ott viszont azt nézd a Feri hátterét, nézd meg. És akkor mi van, érte? Azt nézd meg, már jön fel a napot. Az a kis csík, ott az a nap. Így van. Nézd, a filmeknek az a nyár. Mutatunk valamit, nézd ide. Látod a Skype-unkat? Ja, nem érdekel, hát itt 20 fok van. 20, érted? 20, vagy lesz. Nem érdekel. 20 lesz, akkor nem kell nem a 30. Verünk rátok most olyan sokat. Most egy olyan 10-es verünk csak rátok. De pont hát most kézzel, lesz. Itt, mondjad? Ahogy pont most beszéltük Annával, hogy még körülbelül 2 hét az, amíg mi itt tudunk kávézni kint az udvaron, hogy viszonylag világos van, és vaksötétben fogunk itt állni 6 előtt 5 perccel. De vaksötétben. Hát... Úgyhogy ez, még mondom, tényleg 2 hét van ebből, de nem látjátok, de azért itt már dereng az ég, tehát lassan világosodik, 2 hétig még körülbelül aztán a vaksötét éjszaka jön. Ennyi. Tehát nagyjából mire megjövünk? Pontosan. Igen, arra időzítettük. Nem fogtok. Már te úgy fogsz bejönni az autóddal otthonról idáig, hogy sötét éjszakában reflektorokkal, külön világítással, előtted megy egy kamion, fényszórókkal felszerelve, hogy jól láthass. Tényleg nem lesz semmi. Tehát mire ideértek, a hatos napsütés az ugrik. Az jó. Jó idő van. Most ez kávé, vagy már a zab? Zab. Zabocska. Készül a zab. Zabocska. Mm-hmm. Mindig úgy csinálja, hogy magának készíti, aztán mindig lenyúlom tőle, és akkor nagy gondossággal megvárom, hogy megcsinálja, hogy ne tudja, hogy nekem lesz. És amikor már majdnem megeszi, akkor elkérem, és akkor olyat kapok, amilyet igazából szeretném. Az elején megmondanám, tudod, lehet csalna egy kicsit, úgyhogy hagyom, hadd főzze. Kettőt szoktam reggelenként csinálni, az első az etalon, a második a kapkodós. Szerinted melyiket eszi meg, Balázs? Az etalont. Annyira megcsináltam, most annyira rendben van. Igen, de ma nem kérek, mert ettem egy kis chipset reggel, úgyhogy. Igen, bánhatod, mert ez karamell flavor. Flavor? Meg beletördeltem egy kis banáncsipszet, van benne egy kis áfonya, van benne egy kis kókusz. Úgyhogy nem rossz. Nem. Istenem, ha azt a mi Gáborunk hallatta volna, hogy mi van benne, holnap ezt meséld el neki, hogy mit eszel. Ja tényleg, holnap Mr. Puliszka napja. Mr. Puliszka, igen, gyereke, kínjába eszik itt az ember, komolyan mondom, nem, tényleg semmiféle impulzus nem ér bennünket a munkán kívül. Tegnap előtt Zsüllel átmentem, én is egy ilyen bevásárlóközpontban kivételesen, illetve nem is bevásárlóközpontban, annak csak a szupermarket részében, mert hogy ott van a mosoda. Zsüll bevitte a cuccot, mondom, addig bemegyek. Következőképpen nézett ki a bevásárló kosaram. Vettem 2,5 liter nagyon cukrozott mangólevet, vettem 5 csomag chipset, és vettem 4 tábla csokoládét. És a pincér őt így méregetett, kicsit megvető ványta a kasszás, hogy kicsit megvető ránézett a kosár tartalmára, megint ránézett. Hát mondom, igen. Ez vagyok. Ez vagyok én. Semmi gyümölcs, semmi zöldség, chipsek, csokoládék és mangólevek, mert annyira kell a boldogság hormon, annyira hiányzik már minden és mindenki otthonról, mert ilyeneket eszik az ember. És most reggel fölkettem, kiítottam egy zacskó chipset, ültem az ágyam szélén, teljesen ilyen apátiába süllyedve, hogy egy újabb nap, egy újabb, ugyanolyan nap, mint Bill Murray-nek, amikor fölébredt és ment a mormodát megnézni, hogy kijötte. Kockáról-kockáról ugyanez, és chipset ettem reggel 7 órakor. És örültem neki, hogy chip, mert legalább azt éreztem, hogy élek. Na? Azért teljesen. Ez egy abszolút jól mutatja a mi helyzetünket itt ki, nem? És rájöttem a csípőstől, hogy ezek szerint fent vagyok, mert érzem, hogy csíp. És akkor élek. Nem álmodom. Egy újabb nap, kinéztem, újabb nap, és elindultam a stúdióba. Ilyeneket vesz az ember. Ilyen nem kis hétköznapi mérgeket. Hétköznapi mérgeket nem tudsz már mit tenni, igen. És kell az íz, vagy valamiféle olyan érzet, hogy legalább valami, mert tök egyformán főznek. Tehát rosszul vagyok már a kajától. És ilyen bűnös dolgokat, hiszem, rászoktattál erre a D-betűs chipsre, ami egyébként tényleg finom, hát elolvastam, mi van a hátulján,
Nem kell, nem olvasgatni nem kell. De most azt mondtam, hogy nem. Most két hétig nem számít. Mindenkinek mondom egyébként, olyan mindenkinek reklámozom, most már egyébként szeretném, hogy lenne egy önálló szponzor szerződésem a cégnél, mert nálunk ezt a típusú kukorica chipset csak prémium minőség ilyen csemegékbe lehet megvásárolni. Egyébként number one in the USA, csak mondom. És alapvetően ez egy commerce kukorica chips, de hát mindenki csodájára jár. Nagyon szereti. Nem tudom, van olyan, hogy nem commerce kukorica chips? Hát... Mert a kukorica chips önmagában egy elég commerce dolog, nem? Nem, mert vannak biotermékek is. Ja, vannak biotermékek. Tehát tényleg egy chips szakértőbe kötsz bele. Érted? Hát nézd, hogy minden tud erről. Származott. Figyelj, ezen ízfokozópor, aroma, csípős, műpaprika íz, minden benne van, megnéztem hátul, de gyerekek. Jó kiváló. Vagy nem jó? Este fél egykor beesni a szobába, és ülve, mint egy ilyen kis borz, és ott ropogtatsz az ágyad szélén. Mire mentem tegnap ennyibe a szobába, meg is csináltam az Instagramra a fotót. Igen. Szerintem néhányan nem hiszik el, gyerekek, ez bombatámadás. Ezek nem normálisak. Nem normálisak. Szétszedik és összerakják a szobát. Szétszedik apró darabokra és összeszedik, mint csináltam az Instára egy fotót. Annyira nem szerették, ez kicsit fáj. Na mindegy, hogy... Léci, szeressétek az Instát. Léci, elköljámátok már egy pár a rohadt életben, letörlöm az egészet. Hogy rájöttem, ami nem vagyunk, az kicsit kevesebben szeretik. Ne, bár nem, amin én nem vagyok, azt meg többen. Úgyhogy megcsináltam. Figyelj, én egyszerűen megkérdezem a recepciót. Ma ez nekem egy küldetés, hogy mondják el, hogy ebben mi a ráció. Ez az egy órá, két óráig föltúrom. Majd a másik szállodában is így van? Ugyanezt csinálják? Ez valami dél-afrikai szokás. Hogy miért nem lehet egyszerre kitakarítani? Mi ez a hülyeség? Hogy ezt csinálják. Ma megkérdezem, megtudom. Mert lefotoztam. Valakinek van képesítése például az ágy rendberakására, a beágyazás, és van, akinek meg marhára nincsen. Ő meg a fürdőszobát takarítja. Azért az nem valaki egy... pedig korszívozik. Hát azért az nem egy nagy különlegesség beágyazni. Tehát én nem gondolnám, hát, hogy ez ilyen... Jó, hát gombócevő világbajnokságot is tartanak. Én azt gondolnám, hogy az se egy nagy dolog. Ja, igaz. Aztán meg... Igen. Na mindegy. Mi újság van otthon? Mesélj valamit. Hát, keresem az Instát most egész pontosan, mert én ezen nem vagyok rajta, de na, majd megkeresem később. Akartalak követni. Kövessé. Hát, ez az én Instám, ez a miénk, úgyhogy ezen te is vagy. Nem, ez a te Instád. Balázs, ez te hát az első... elkezdtem. Az első pillanatban leoffoltad magadnak, vagy lepacsiztad, tehát hogy ez a tiéd, senki nem nyúlhat hozzá, ez most már a te Instád, ne is kend ránk. Az én Instám, ennek ellenére mind a kettőtökről sokkal több fotó van, mint rólam. Igen, mert magadat mondom. Nem tudod olyan szépre fotózni. Hát kézben. Úgy szerkeztem azért, hogy ti rajtatok legyen a hangsúly. Én ilyen tájképeket, meg logozoknikat, meg Jani csótánnyal az arcán, meg hárman, meg kórházi kép, meg bátorságpróba, ilyeneket rakok föl, tehát igazán nem futtatom magam, nem vádolhattok. Egy közös képen vagyok, az elmúlt 6 képből egy képen vagyok rajta. Így van. Tehát nincs önfuttatás. Mindenféle más, viszont igen, nagyon szeretem. Csinált tegnap Zsül egy képet, megint lágra csoda kapott szép. Az erdő, és az is fönt van. Úgyhogy jó dolgok vannak. Zsül minden nap kimegy veletek? Nagyjából igen. Zsül, képzeld el, asszimilálódott, haverkodik, haverjai vannak, jön, megy, bandázik, figyelj, ez komolyan van. Egy másik ember megy majd haza. Így van. Egy és annyira beszokott. Iszik, cigarettázik, és hajnalik bulizik, és meztelenül. Küldeni kell érte állandóan valakit, mindig kiabálni kell neki, mert annyira belefeledkezik a látványba, a haverkodásba, a pacsizásba, az eseményekbe, hogy állandóan érte kell küldeni valamelyik kollégánkat, hogy ugyan szólja mellé, és ott annak a nagyon kedves arcos srácnak ott a fényképezőgépe a nyakában, hogy ne trécse, jöjjön már, hogy meg szeretnénk egy picit még pihenni, amennyiben erre van lehetőség, ő pedig ott jó fejeskedik. Hát hagyjátok a bátorság próbán tegnap nem voltál az élő, már kicsit fura is volt egyébként. Tegnap kihagyott egy napot, este pihen. Hát vagy kim volt, csak én hagytuk. Lehet, hogy ő volt a fekete pákó. Úgyhogy visszük mindenhova. De jó is egyébként, hát jobb, mint itt ülni, van egy csomó látvány, meg egy csomó dologot kint. És valamire nem tudjátok tehát valamire alkalmazni a Zsült? Hát vagy becserélni, ha még van rajta becserélendő. De mondjuk, hogy ő fuvarozna benneteket például. Vagy inkább nevezessen. Elég jó sofőrünk van. Én azt mondom, most mennyire, nem is tudom azt mondani, hogy összesen kb. Az eredetileg egy ilyen 35 perces utat már olyan 17-18, hát mondjuk 17 és 20 között van a mostani időnk. De közben lőnek rátok, gondolom. Így van, lefaragunk. Még hozom lejjebb. De meg szoktad a balost? Nagyon. Igen? Nagyon. De most az lesz, hogy hazajössz, és akkor az lesz rossz. Teljesen rutinszerűen megyek a bal oldalon, tök jó. Tehát olyan szinten állsz át,
meg ez a balkézzel váltás is pillanatok alatt ment, úgyhogy... Azért tegnap volt egy elég hosszas előzésünk, ha még értelmezem. Megyek a baloldali sávba, gondolkozom. Elgondolkozom, mi lehet otthon, mi lehet a gyerekkel, és előzök. Most tudod. És egy ilyen emelkedőn előzök fölfele, és jobbról előzök, ugye, igen. És kibész a jobb oldali sávba. Zsűl most olyan már nem őszinte, én így keresem a humorfaktort a dologban, tudod, mondom, ezt vajon miért csináljam. És hirtelen átkattant az anyam, és azt hittem, hogy az a sáv, és ott maradtam. Aha, és így mentem a jobb oldali sávba. És jött az emelkedő, tudod, nem látszott, hogy ki összebb. Mindig mentünk. Rég elhagytam a kocsit balról. Bali, szóltak a Janiék. Ez most miért csinálod? Hello. Ja, és akkor szépen visszamentem balra. Tudod, egy ilyen kapcsoló, hogy átkattant, és ott maradtam a jobb oldali sávba egy előzés. Van ilyen. De egyébként nagyon jó. Szóval ilyen, nagyon megy. Hát majd meglátjuk, hogy meddig sikerül lehet szorítani ezt a kis időt. Ma elmegyünk, és veszek szilikonsprét, lefújjuk az autót, lemosok, jobban csúszol rajta. A gumikat is. Miért gumikat is. Tankolunk vele 91-es helyett 93-asat, igen. Akkor már jobban fog menni. De messzire kell mennünk ahhoz, mert itt csak 91-es van alapvetően, vagy mosóbenzin. Azt hiszem, talán egy helyen láttam 3-as benzint, az már nagyon... Az a prémium, a 93-as? Az már itt nagyon jó. Az már ez hogy találták ki 93 oktánt? Nem, ezt nem is értem. Ilyen sikerült. Nem is értem. Van még 89-es is egyébként. Szóval, hogy elég érdekes dolgok vannak. De nagyon jó a közlekedési morál. Tehát, ami például nem hiányzik Magyarországról, az maga a közlekedés. Tehát előzékenyek, lehúzódnak, nincs ez a letolom, lefékezek, féklámpát villogtatok, semmilyen. Simán lemegy a leállóba, minden sáv mellett van egy pici leállósáv. Majd itt fogod értékelni. Simán megy a leállóba, a gyalogosok közé. Hát igen. Jó, ugorjon el. Mert hogyha emlékszel Feri, azért itt folyamatos forgalom van, és nem az a baj, hogy nappal, mert akkor még csak látod őket, hanem éjszaka, dettó, ugyanúgy mindenféle megkülönböztető jelzés, mindenféle fényvisszaverő nélkül, lámpa nélkül, minden nélkül ott sétálnak, és valamikor stoppolnak. De most lámpa mi hova tegye a kabátjának a hátuljára a lámpát? Hát ne tegye érted sétálgasson. Mire a homlokára ragasz, hogy fényvisszavetségot? Na hát ez már mennyire megalázó lenne. Meg az autós az úton menjen, ne a járdán. Azért, mert udvarias. Itt egyre rosszabb a helyzet. És rengeteg az állat, bocsánat. Ja, figyelek, igen. Ja, csak rengeteg az állat. Most nem tudjuk, lehet, hogy az évszaknak köszönhető ez, de folyamatosan béka, kígyó, hogy hívják, bagoly invázió van jobbról balra, balról jobbra, úgyhogy tegnap is úgy jöttünk, mint hogy egy picit velenénk nyoma, mert Balázs nagyon állatbarát módon, számomra nagyon szimpatikusan kerülgette a békákat az úton. De a mindez tempósan. Mindez elég tempósan, igen. Kicsit ilyen Need for Speed jellegű játék volt. Jöpp, egy béka balra, jobbra, hogy mindig két kerék közé vegyem a békákat, hogy ne pusztuljanak. 10 pont, 50 pont, 100 pont! Megvan, és egy gyalogos ezres. Szegények, hát nem lehet velük sajnos mit kezdeni. Na, elég sokan vannak, igen, de amit tudtam, kikerültem. Igen, feketék, eleve sötétek, ugye már úgy értem, hogy optikailag, és ott egyszer csak bejön az út közepére egy kanyar, és ott stoppol. Azt hiszi, hogyha kijön az út közepére, akkor épp könnyebben megállok. Nem állok meg könnyebben, csak elütöm könnyebben. Ráadásul tényleg a fekete ember sötétben még feketébb. Fura, ne egy hülye szóvic, de hogy lehetetlen őket észrevenni, megy egy csávó, egy fekete pólóba, rövid ujjú, fekete arcbőrre, fekete bőrre, vedd észre a sötétbe. Az a fehér emberre legalább villan valami, tudod? Tehát a fekete elnyeli a fény. Tehát, hogy döbbened. Ki a kakukk tojás, ugye? Igen. Aki életben maradt. Na, itt viszont egyre rosszabb a helyzet. Küldtem a Laci által neked egy fotót, Bazsi, hogy örüljél neki, majd megmutatja a legalábbis remélem, hogy megkaptad, Laci, mert nem sikerült rá visszajelezni, de nem baj. Boldog karácsony feliratot fotóztam neked tegnap, nagyon sok gömbbel együtt, nagyon sok gömbbel, karácsonyi díszekkel, és akkor én ezt küldeném, hogy így november 5-én, ami azt hiszem ma van, már átszellemüljünk. Lehet. Igen, vegyétek fel a tempót, mert mire hazajöttök, mindenütt ez lesz. Az, tegnap, igen, arra készülünk. Tegnap az egyik lakberendezési áruházban jártam, és ott már a földszinten mintegy 150 négyzetméteren keresztül lehet ezt látni, úgyhogy itt van, megérkezett, elkerülhetetlen, szeretetteljes, boldog ünnepeket kívánunk. Jaj, de jó. Ugye? Köszönjük szépen. Te jó. Azt a mindenit, tényleg, de durva. Mondjuk én egy picit már várom. Égő girlandok, és mindenféle díszek. Igen. Hát ez jön, ez itt fura, de hogy igen. Ez van. Egyelőre mi azzal küzdünk, hogy visszatáguljon a homlokunkon a bőr az eredeti méretére, mert tegnap tűzénapon dolgoztunk, és nekem legalábbis két száma kisebb most a bőr, és enyhén szóló van rajta egy kis pír. Ha már ilyen 8-es, 9-es az UV, azt mondják, az nagyon kemény, itt ilyen 11-es, 12-es így van. UV-k vannak. Az már nem annyira kemény, az egyszerűen brutális. Az már nem annyira szórakoztató, igen. Na jó, van, kezdjük el a reggelt. Mi van a játékunkkal? Hogy állunk? 1-1 az állás a héten, és tegnap nekem... Tényleg már úgy szerdában.
és tegnap nekem volt igazam, a hallgatók Afrika összecsapásban 2-2. 2-2. Igen, mert tegnap született egy rossz igen eredmény, de 2-2 a hallgatók Afrika összecsapás, és akkor a heti állás pedig 1-1. Gyorsan egy közlekedés, mert ez fontos lehet. A 4-es úton Ferihegynél a Kőhíd előtt csúnya baleset van, ezt Krisztián küldte nekünk, és ez lehet, hogy ugyanaz, brutális baleset a repülőtéri gyorsforgalmi, teljes útzár, a Gyömrői út már káosz. Ezt István is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, most akkor összetettem, a gyorsforgalmi a Kőhídnál halálos baleset van, ráadásul elég durva. Úgyhogy hát ha valaki készül repülni vagy jön befelé, akkor az időben induljon, mert nagyon nagy baleset van, mentők már ott vannak állítólag, és teljes az útzár, úgyhogy a gyorsforgalmi elvérzett, ami azt jelenti, hogy akkor az Európark környéke, Üllői út, felüljáró, az ott szépen vissza fog dugulni. Úgyhogy arra mindenki figyeljen, aki esetleg arra megy fél hét múlt pontosan 2 perccel, lehet jelentkezni a játékra. Jó, SMS-ben, ha valaki szeretne játszani, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt mindenkinek. Veresegyházi vonalon is dugó van, a vonatok még csak 20 percet késnek, juhé, írjatom. M3-as 110-es kilométernél kamion az árokban, tűzoltó mentő a helyszínen, a 3 sávból 1 sávra szűkül, Miskolc irányába hatalmas a káosz, 24 órás futár Pisti üzente ezt nekünk, és óriási dugó a gyorsforgalmi. Gyerekek, ott valami nagyon nagy baleset van. Hatalmas baleset van állítólag. Így van, a Kőhídnál. Úgyhogy le van zárva a teljes gyorsforgalmi. Aki arra készül indulni, az vigyázzon. Jó, ez a gyorsforgalmi Kőhídnál van. Egészen pontosan a 4-es úton. Ferihegynél. Hát nyilván akik arra járnak, azt tudják. Ugye? Ez az. Igen, sajnos ez a mikor. A Kőhíd előtt. Így van. Ott történt ez a baleset. Na, azt mondja, hogy sokan jelentkeztek ma reggel játékra. Úgy látszik, a szerda egy ilyen nap. Anna már választott valakit. Úgyhogy megnézzük, ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! Halló! Jó reggelt, hello, jó reggelt, Imre. Sziasztok, igen, Imre vagyok. Hello, Imre, honnan hívsz minket? Budapest, Cseppel. Cseppel, beteg vagy, vagy csak úgy köhögtél egy kicsit? Kicsit meg van fázva a torkom. A hideg sör? Az. Hittem, most tettem le. Na, hát tudtam. Tényleg? Én is jobb, mint 7 óra előtt már sörözni. Munkahelyen, vagy de, otthon még? Vagyok, viszem a gyerekeket iskolába, most ilyen kényszer pihi van. És akkor gyerekek eszik a lekváros kenyeret, te meg sörözöl. Ez egy nagyon helyes életkép egyébként. Műzlit esznek, na, az jó. Te hol, ott állsz a konyhába egy üveg sörrel a kezedbe? Mezitlen egy alsógatjába? Kifogyott a sör. Te tudsz élni. Hihetetlen. Nagyon jó. Nekem 7 órakor sörözni. Így kell csinálni. Mikor keltél? 5-kor, tehát már belefér ilyenkor. Hát persze, 2 órával ébredés után, persze, hogy belefér. Ne hagyjuk a szervezetet éhezni, ha szüksége van arra, persze, akkor el kell vinni. Mindenki tudja, hogy ez a legjobb izotóniás ital. Igen, ez így van. Mit csinálsz egyébként? Mivel foglalkozol? Szobafestek. Ó, hát a szobafestők sokszor turbosítanak, nem? Némi kis... De nem, munkaidőben nem szabad. Uh-huh. Ezért iszol előtte? Így van. Mire odaérsz, addigra? Aha, így jó, van, ez kívülről jó stratégia. Tehát a munkaidő előtt, hogy a munkaidőt átviszed valahogy, és akkor ahogy vége, akkor utána is. Valahogy ki kell bírni. Persze, hát a doppinggal sincs semmi baj, hogyha a verseny előtt kiürül, nem? Persze. Dehogy nem. Feri. Imre, kivel szeretné játszani? Hát, mivel Feri mondtad, akkor Feri. Na, tök egyszerű. Feri, hát, mintha éreztem volna. Úgy sem játszott a hétben. Jó. Nem játszottál még a még héten? Nem, egyet ti játszottatok. Így a múlt héten játszottam 2 győzelmet, hát majd most meglátjuk. Igyekezzél. Jó, igenis, Imre. Na, igenis. Jó. Na, megnézzük. Szoktál játszani? Imre, vagy nem, gyakoroltál valakit? Nem, minden reggel benneteket, de még most először jelentkeztem, mondom, 4 napon van, küldök egy SMS-t. Szerencsém volt. Aha. Igen, Anna beválasztott. Jó, na figyelj, akkor indítjuk az órát, aztán legyetek ügyesek. Jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Tudsz létrázni, Imre? Muszáj volt megtanulnom még az iskolába. Muszáj volt. Nehéz? Ugye, meg kell szokni. Aha. Először mindenkinek az.
De aztán vágja megy. Vágja a combot, vágja a combot. Hát tegyél egy párnát oda. Hát párna az önmegoldás. Itt a vége. Hát Imre, éreztem, hogy ez a létrázás, te az nekem olyan csoda, hogy ti mentek, gondoltam, hogy arra te büszke vagy, érted, azt egy kicsit megpiszkálom, hogy mi van vele, és bejössz a csapdára. Szép volt, Feri, hát, nagyon köszönöm. Jó volt. Nem volt szép. Ne haragudj. Igen, megoszlanak a vélemények. Igen. Hát a helyzet az, hogy akkor 2-1-re ezzel egy kicsit megléptünk, ez egy egészen rövid kis játék volt. Igen. Hát a sör kicsit tompította reggelen, nem? Nem, pedig kérdeztem volna tőle olyat, hogy hú. Na mit? Na. Hát az a reggeli kacagás, ez direkt csináljátok? A Janival? Persze, imádjuk. Nem, teljesen véletlen. Ez minden reggel valahogy véletlen. Teljesen egyszerre előtörülő. Rámettem volna a szabályokat, csak hát nem hagytatok érvényesülni. Na, hát muszáj volt beledarálni. Kell, akkor nagyon ki vagyunk éhezve, hát arra, hogy győzünk. Igen. Mindegy. Imre, köszi a játékot, jó munkát neked. Köszi, sziasztok. Szevasz. Hello, ciao, hello. Még volt egy ba. Neked is szép napot. A gyerek kezébe egy megállt a műzliskannál valószínű. Na de nem, apa, ez csak egy játék. Nem műzlitevet, hanem egy üres sörös üvegből, amire rá volt rakai gumi, úgy valószínűleg tejturmixot. Tehát, hogy... Igen. Vagy valami ilyesmi. Igen, apát betelefonál egy alsógatjába, egy üvegsörrel a kezébe a konyhából. Beszélget, ami fura arcokkal, kikap, levágja a telefont, és nagyon elkezd káromkodni, te meg így lapátolod a műzlit. Imre, a gyereket ne verd meg. Igen. Na nézzük, mit írnak még a hallgatók. Az Andrássy úton mérnek. Ez egészen fura, ott nem nagyon szoktak, de úgy látszik, hogy akkor oda is kiálltak. Úgyhogy mindenki figyeljen. Aztán gyorsforgalmi hatalmas baleset, azt ugye sokszor mondjuk, hogy valaki, aki arra megy, még tudjon kerülni. Dobozon Fehér Asztrából szintén mérnek. Üdv, puszi Pista! Sok puszi a szerelmemnek. Márhogy nem én mondom, hanem Pista. Uh-huh. Üzente ezt, aki azt írta, hogy Dobozon Fehér Asztrából mérnek. És igen, többen írják már, hogy a Veresegyházi vonalon is dugó van, mert hogy a vonatok késnek, itt áldogálnak a megállóba, de nem jön, sőt van, aki már rajta van, és úgy írja, hogy késik. Hát a 20 perc, gyerekek, legyünk elfogadóak a mával kapcsolatban. Ha azt tudják tartani, akkor az egészen. Na, ez már tényleg a vég. Az már egészen jó. Már micsoda? Hát, hogy tudod, 20 perc már. Ej, hagyjuk már. Hát 20 nem. Perc ide vagy oda, posz. Tényleg, hát 20 perceket meg se írjatok. Hát az nincs nagyon miről beszélni. 31-esen Mendénél van egy hótoló. Uh-huh. Hoppá, tudnak uh-huh. valamit, gyerek? Készülnek. Tudnak valamit? Igen. Azt mondja egy hallgató, erre inni kell még egy sör. Már ami játékost illeti. Na jól van. Oké, akkor 2-1-re elhúztunk. Holnap, ha beütjük a Szeget, akkor meg vagyunk. Meg is vagyunk erre a hétre. Megvagyunk. És ez olyan szép, mert a múlt hetet is behúztuk. És a jövő hét pedig Csonka hét. Mert csak szerdáig vagyunk. Tessék. Csütörtökön repülünk, ha minden igaz. Illetve csütörtökön is, meg pénteken is. Tehát ez egy lazabb repülés. Ez egy hosszabb repülés lesz, igen. 2 perc van pontosan, 7 óra. Jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 7 óra múlt pontosan, 9 perccel szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, jó reggelt, Feri, neked is odát. 8000 kilométerrel arrébb, vagy 9000 kilométerrel látom világosodik. Lassan kicsit a nap is. Figyelj, nagyon jó idő van, már van napsütés, nem is lesz felhő ma az égen, meg talán egész hétvégéig ilyen 18-20-akat ígérnek verőfényes napsütéssel, és az meg jó. Szeretettel köszöntelek téged egyedül a másik oldalon. Hova tűnt a Zabos. Jani? Zabos? Zabos bögrét most. Aha. Éppen. Igen. Jó van, most takarít. Mit csinál? Mosogat egyébként. Nézzük a közlekedési híreket. Egerszalók belterületén trafi. Egy rendőr autóban mindenki figyeljen. Az ürömi körforgalom épüléséről helyzetjelentés, gyerekek, ez is ebben a pillanatban jött. A munkagépek ledózerolták a tüzép épületét, és a földdel tették egy szintén. Most egy-két hetet rápihennek a következő munkafázisra. Berec küldte nekünk, vagyis zajlik a dolog, építik az ürömi körforgalmat. Ez jó. A tüzéptelep megadta magát. Felvásárolták, megvették, kivásárolták. Elzsarolták, megfenyegették, elüldözték. Nem tudjuk, mi történt. Minden esetre a sokat emlegetett ürömi tüzéptelep úgy néz ki, hogy eltűni látszik. Erzsébet fasoron alakul a dugó, nehézkes a haladás. Anyó szerint a novemberi jó idő a ráncos öregemberek nyara. Eriknek üzenem, ne nősüljön meg, árt a férfi egészségének. Szél Jacky Chan. Úristen, Szél Jacky Chan. Te jó Isten, milyen neve. Köszönjük szépen. Szolnoknál a Holtisza hídon 3 teherautó érte utol egymást, alakul a dugó, bundibá küldte, és hatalmas baleset a gyorsforgalmin, a teljes gyorsforgalmi lezárva, már dugul az Üllői út is, és a 4-es úton érezni, hogy,
hogy ott is nagy dugó lesz pillanatokon belül. Igen, ráadásul teljes az útzár a gyorsforgalmin, úgyhogy ne is próbáljatok arra menni az Üllői út felől, mert nem fognak benneteket felengedni. Dobozon Fehér Asztrából bérnek, Pista küldte nekünk, és késnek a Veresegyházi vonatok, gyerekek, de még mindig csak 20 percet. Aki ott áll a megállóban, tartson ki, úton van a vonat. Belefér. Csak késik. Még egy közlekedési hír, holnaptól átfogó közúti ellenőrzésre számíthatunk Magyarországon, csak mondom, a rendőrség már közzétette a dolgot, de jó fejek lesznek, tehát nem büntire mennek, csak egy ilyen ellenőrzés lesz. Én szeretem ezeket az akciókat. Most nem lesz almaosztogatás, tudjátok, szokott olyan is lenni, hogy citromot kap, aki hibázott, almát, aki nem hibázott, most csak nézik azt, hogy a láthatók hatósági viszonyok megfelelőek-e a kerékpáron, a motorkerékpáron, meg az autón, és most kapaszkodjatok, azt is nézik, hogy jó-e a szemed. Rá fognak menni a szemüvegesekre, mert ugye egy csomó embernek bele van írva, például nekem is a jogosítványomból, csak szemüveggel vezethet, és kötelező felszereltség a pót szemüveg az autóban, hogyha ennek amivel vezet baja van, akkor elő tudjál venni egy másikat, tehát akinek ilyen van a jogsijában, az tegyen ma be egy pót szemcsit, mert nézni fogják a rendőrök, és ráadásul a magyar optikusok is beszálltak a buliba, te ilyen barátságok születnek, amíg oda vagytok, érted? Kint látjuk a lányokat barátkozni a tusfürdő alatt, itthon pedig a magyar rendőrség és a magyar optikusok barátkoznak össze, mert egy csomó, igen, csomó optika beszállt, és elmehetsz, és ingyen megnézik a szemedet. Úgyhogy szerintem ez egy jó dolog. Ez tényleg jó dolog. Mindenkinek az érdeke. Akkor két szemüveget viszel magaddal, tehát hogy megállít a rendőr, akkor mondani, hogy biztos úr, itt van mind a kettő, nézze csak, itt a kesztyűtartóban. Itt van a kesztyűtartóban, és anélkül, hát figyelj, én egy métert nem tudnék tenni szemüveg nélkül, úgyhogy nekem muszáj, de tényleg ezt most figyelni fogják a rendőrök, mondom, állítólag nem büntetnek, de egy nagyon komoly ellenőrzés várható hétvégén. És a kontaktlencséd van, akkor mi van? Hát ez nagy kérdés. Az állítólag azt is be kell vezetni a jogsiba, nem tudom, én nem szeretem, én egy darabig próbálkoztam vele, még én akkor próbáltam kontaktlencsét hordani, amikor a kemény volt. Mert tudjátok, abból van ez a lágy, meg van a kemény lencse, hát azt beteszed a szemedbe, és azt érzed, hogy két üvegtégla így mozog a szemeddel leföl, minden egyes pillantásnál, úgyhogy én azt kihagytam. Szerintem azt is beírják, de hát azt meg nem lehet ellenőrizni. Igen, azt kiveszed és megmutatod. Nézze csak, nézze az új begyemet. Nézze, itt van, látja? Nem látja? Hát pedig ott van. Na azért kérdezem, mert nekem a kontaktlencsém van, és én utálom a szemüveget, akkor is megbüntetnek, ha mondjuk nincs nálam a szemüveg, úgyhogy én nem hordom. Ugye ez érdekes dolog. Nem tudom. Mert hogy szerintem nagyon sok hordan a kontaktlencsét. És akkor onnantól kezdve minek vigyek szemüveget? Na, lehet, hogy a rendőrök kaptak egy kiképzést, mert azért azt meg lehet állapítani, csak kell hozzá valami, gondolom, ilyen világító eszköz, vagy egy profi ránézésre is megtudja a jó közelhajó. Lehet, hogy a rendőrök most már az lesz, hogy egész közelhajol, és akkor megnézi, hogy mozog-e a lencse a szemeden. Nem tudom. Nem tudom. Aha. Jogos a felvetés, hogy akkor mi van kontaktlencsével. Igen, az érdekes. Akkor kiszállít a rendőr a kocsiból, megnézi, hogy ott van a szemüveget, fölmutat egy ilyen táblát, ami minden orvosi rendelőben van, a 73-as, 24-es fordított villanak, felfeljáró villanak. Elsétel 24 métert, befogadja az egyik szemedet, eltakartatja, és le kell olvasnod fordított sorrendben alulról fölfelé? Vagy ez mit csinál, belenéz a szemüvegedbe? Hát az lehet egy darab üveg is. Emlékszel, 73 volt. Igen, 73, 20 valamennyi, és akkor a kicsiben volt egy 80 akárhányos, és egy 82-es, vagy egy 81-es van a legkisebb szám. Hát a profik azok, akik minden évben járnak, azok már megtanulták, nekem még ez sose sikerült, de tényleg az a trükk egyébként, hogy megtanulod, és akkor lehet szemüveg nélkül garázdálkodni. Lehet, hogy ez lesz, igen, és akkor majd kiabálsz, hogy ne mozgassa már főtörzs, a táblát nem látom. ne rángassa már, és ászott a dugóban, és látod, hogy emberek a félszemüket letakarva egy táblát próbálnak leolvasni. De jó, hogy ilyeneket csinál a rendőrség, ez egyébként jó, hogy erre odafigyelnek. Még kb. A 32-esig tudnám, most rákerestem erre a személyzeti táblára. Akkor azt mondja, hogy a 42, hát legalábbis ezen a 42 a legnagyobb, aha, utána a 78, 31, ott a 73. Ott a 73. Ja. Igen, és így csökkenek. A 32-t innen látom, de 40 centire van tőlem a monitor, nyilván ezért. A legalsó sorban igen, van 80 akárhányas? A legalsó, azt nem látod. Azt mondja, figyeljetek, Janina, vigyétek már a személyzetre. Megnézem, aha. Ugye a legalsó sorban az van, hogy B1, 37, 22, 31, a 31 az egy, nem tudom, egy hangya csapat vándorol valahova, 42, 87. Ott a 80 akárhány a legalsó sorban. A legalsó. Tudom, volt ilyen táblánk a suliba, aztán nagyon sokat játszottunk, azért tudom a számokat. És egy fél méterről nem látod? Jani? Fél méterről téged se látlak. Ez azért mondom. Mert azt mondja, nem. Takard le a szemed? Melyiket? Nem mind a kettőt. Fél.
Melyikkel látod jobban? A jó... Dr. Sebestyén rendel. Hogy van a piros vonal alatt, ott már nagyon, ott már nagyon Jedi rossz az vagy. Ne, hogyha piros vonal alatt elolvasod a legalsó vonal alatt, akkor Jedi vagy. Tehát odáig jó, ha szépen végigmész, annak örülnek. Na mit látsz, Jani? Semmit. Gyerekek, elmondom kétségbe nektek. Kétségbe van eső. Áll, letakart szemmel, és kétségbe van eső. Mi az? Melyik sort nézed? Jani másfél méterre áll. Rossz? Igen? Az is rossz? Nem az. Biztos, hogy van benne, ezt megígyeztem. Mondj egy számot. Jó, hogy kell legyen. Ma mondj egy számot, mit látsz? 32. Hol? De melyiket nézed? Nincs ilyen a táblán. Ja, a középső? De az még van a piros sor. Igen, a piros sor fölött. 32. Na. Alatta? Alatta a 24. Igen. Na, felejtsd el a jogsit. 94, persze, de egy bárány van oda rajzolva. Jó, most a másik az szemeddel, most a másikat takard el. Mi van, megtanulom ezt a táblát? Hát? Akkor átmegyek minden vizsgán? Akkor jó a memóriát. Ha megtanulod, hát most ha akarsz vezetni, hát akkor simán megtanulod ezt a táblát. Aha, na. Ez még elveszabb. Atyaisten. Az nagyon, nem jó a szemed. Nem, enyhén szólva irat, sem. Miért nem irat szemüveget? Mert öregít. Nem az igaz. Nem az szexi. Igaz. Tökéletesen igazad van. Van egy szemtorna elvileg, amivel egyébként dioptriákat lehet javulni. Minden reggel 5 percig tart, és olyan a golyókat, és felveszed a szemüveget, leveszed a szemüveget, felveszed a szemüveget, leveszed a nem, szemüveget. Azt mondják, hogy bizonyos betegsége a szemnek, az egy bizonyos szemizom fejlesztésével, és szemtornával egyébként javítható. Van egy könyv, ami erről szól, nagyon érdekes. Dobd el a látó, vagy ha távollátó vagy. Az a címe? Azt igen, azt nem tudom. Aha. Hogy milyen szemgyakorlatokat kell csinálnod ahhoz, hogy neked egyébként dioptriákat tudjál ugrani úgy, hogy ne kelljen szemüveget hordanod, és fölébreszti azokat a nem nagyon használt, mint nem tudom, pálcikákat, receptorokat, mit tudom én, mi van a szemedben, amit egyébként azért használsz, hogy tudjál fókuszálni, közelre nézni, távolra nézni, és akkor betűket kell leírnod a szemeddel, rajzokat kell rajzolnod, karikákat, erre-arra, és megerősíti a szemizmot, és javul a látás. Milyen és az nem fáj, amikor a ceruzát beled nyomod a szemedbe, amivel írod a betűket? Nem, általában van egy olyan, hogy fésűt is nyomjál a szemedbe, az egy picit kell, az már, a ceruza kevésbé. De hogy tud javulni ez a dolog. Na, Jani, most már kézre mész a kettlebellel, hanem a szemmel is. Nekem? Mi van a jogsítban? Amikor még lehetett gyorsabban menni a magyar közutakon, nekem már akkor is 50 km/h volt, mert ugye régen 60-nal lehetett menni a városban. Amikor én megszereztem a jogosítványt, akkor nekem már be volt írva az 50 km/h, és az van beleírva, hogy csak szemüveggel vezethet, pótszemüveg kötelező, és amikor én tanultam, akkor még nem volt divat a jobboldali visszapillantó tükör. Tehát a Ladákon, meg a Trabantokon, meg a Skodákon csak a bal oldalon volt, és képzétek el, én csak úgy vezethettem, hogy az apám Ladájára föl kellett tegyünk jobb oldalra egy pót tükröt. Tehát ez volt, hogy két tükör kell, hogy legyen az autón, amit én vezetek, ami azért volt vicces, mert ugye én a jobb szememre nem nagyon látok, és ez pont a jobb oldalra kellett tenni a tükröt. Azt úgy mindig érdekesnek gondoltam, de szereztünk rá egy pót tükröt a Ladára. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez a három van. Tehát volt egy sebességkorlátozás, szemüveg használata kötelező, pótszemüveg legyen nálad, és jobb oldali visszapillantó tükör. Ez az újban már nincs benne, mert most már minden autón van. Uh-huh. Hm. A Peter Falkról mondták egyszer, hogy amikor igazoltatták, hogy mindig előszeretettel vettek ki az üvegszemét. Hm. Az milyen? Az beteg. Nem? Amikor így kikapod. Mókás csávó volt. Ő mókás volt, igen. Hogy megismerték, hogy ön az nem, jó, bizonyítsa be, és akkor megfut, és kivette a szemét. Na. Igen, mondja még egy olyan hollywoodi színészt, aki erre képes. Tessék. És most a művel is. Igen. Mind a kettőt ki tudta venni. Figyeljetek, olvastam tegnap ezt a hírt, hogy betonomlott a harmadik kerület Szentendrei útra. Lazán egy ilyen 4 köbméter beton kiömlött így a harmadik kerületben található Szentendrei útra. Azt fellapátolták, nem? Hogy a francba ömlik ez ki? Állítólag valaki ezt úgy kiöntötte, otthagyta és eltűnt. Igen, otthagyta. Felszívódott. Valaki megharagudott az önkormányzatra, vagy esetleg a polgármesterre, kiöntött 4 köbméternyi gyorsan száradó betont. Simán lehet. És eltűntek, jöttek a tűzoltók, és lazítják a gyorsan kötő betont. Oh. Ugyanis nem tudták ugye felszedni, a beton elkezdett megkötni, és a szennyezést okozó jármű elhagyta a helyszínt. Hát azért azt nem öntött csak ki úgy, az a rendes keverőautó lehetett? Az egy ilyen mixer.
Igen? Hát ha gyorsan kötő beton, akkor az kell, mert ugye mozgás közben nem köt, tehát az folyamatosan tekered, akkor addig nem köt meg, aztán ahol leöntöd, ott viszont megköt. Fíj, és hogy sikerült kiönteni? Tehát egy kupacban van, vagy az van, hogy végig a Szentendrein egy ilyen csíkot húzott a csávó, mert akkor ő nem vette észre, hogy elkezdte kiönteni a betont. Ha egy helyre öntötte, akkor viszont az tudatos volt. Hát én szerintem ez úgy van, hogy azért a pilotafülkében van egy visszajelzés valamilyen formában, vagy hang, vagy fényjelzés formájában, hogy elkezd dőlni a mixer hátra, illetve hogy borítja ki, nem. Tehát, hogy szerintem ennek így kéne történni elviekben. Lehet, hogy ott egy ilyen nemes bosszú volt. Sőt, meg valószínűleg... Elkezded megbillenteni ezt a dolgot, hát akkor azért ilyenkor... csak észreveszed egy piros lámpánál Józsi rákönyökül ott arra karra, a kis joystickra, nem? Mi ez a hang? Nem tudom. Egy kis sonkázsömlét? Hát nem kérek. Megittad a kakót? Zöld a lámpa, induljunk. És addig letettél 4 köbméter betont a Szentendrei útra. Gyorsulunk, mámi? Nézd, nám, mi van veled, öcsi? Sietsz, erre 8 óra van. Tudom, vár az azt, hogy ne rohanjál. Tudod, tehát azért ez így nehezen elképzelhető, nem, hogy véletlen megnyomott egy gombot. És utána elhagyta a helyszínt. Tehát valamiféle bosszúról lehet szó, mert hogy nem arról van szó, hogy ő kiöntötte ezt a dolgot, majd utána egyébként elnézést kért és ott maradt, hanem letette a rakományt, és azt mondta, hogy csűsz. De a Szentendrei a háromsávos közepén kiöntött. Ha bosszút akarsz állni, akkor mit én? Ha a hivatallal van bajod, akkor oda mész az önkormányzathoz, vagy amelyik hivatallal bajod van. Ha valakivel személy szerint, akkor a kapu bejárójába öntöd a beton, de a háromsávos út kellős közepén, vagy mit én az egyik sávba. Azt úgy nem értem. Tehát, hogy akkor ki ellenállsz bosszút? Szemétautósok, akik használjátok a Szentendreit, most megszívjátok. A Szentendrei 152 előtt történt, és a belső sávot lezárták, a beton egy autóról zúdult a háromsávos útra. Jöttek a tűzoltók, szegények elkezdték felszedni a dolgot, nem nagyon tudták egyébként, míg a rendőrség már keresi az autót, ami elhagyta a helyszínt. Aha. Tehát azt nem írja külön, hogy ez egy mixer lett volna. Lehet, hogy valamilyen, mit tudom én, vitték valahonnan, valahova, valamilyen nem annyira precízen záró tartályban, vagy akármi. Hát fura minden esetre. De mixer bosszú... csak vinni? Mással nem viheted ezzel a forgós. Lehet, hogy ott volt a sogorod, meg az apósod, azt kavart fönt a tetén, nem? Egy platós hívával két nyomjad neki rettenetesen, megpróbáljuk mozgásba tartani. Nem lehet, hogy valaki tényleg berágott az önkormányzatra, elment egy civil autóval egy építkezésre, ellopott egy ilyen keverőautót, és azt mondta, na rohadjatok meg, majd most én leteszem ezt nektek, érted? Nem fizette ki a biztosító az autóját. Belement egy kátyúba, és azt, na most akkor befoltozom ezt a kátyút, odavitt 4 köbméter betont, nem? Hát rátette erre a kátyúra. Itt többet nem lesz lyuk, mondta. Nem tudom, hogy mennyi ez a beton, de szerintem nem lehet olcsó, akkor nagyon komoly kárának kellett lenni, hogy ilyen így kompenzált, tehát hogy ennél azért nem, tehát hogy ha már bosszú, akkor lehetett volna ez, így tudom én, ugyanennyi köbméter marhatrágya is. Az talán olcsóbb, mint a... Gyuri azt írja, hogy a mixer nem dönt, hanem a forgás irányt változtatja. És akkor már kijön. Fordítsd ezt nekem le, hogy ez mi? Tehát, hogy az ellenkező irányba kezd el forogni. És akkor kijön a beton? Aha, és akkor kijön. Tehát az, amíg az egyik irányba... Igen, mert vannak benne biztos ilyen terelő lapátok bent a tartályban, és ahogy ellenkező irányba kezd el forogni, ezek megvezetik, és akkor így... Mint egy ilyen labirintusból egyszer csak így kitalál a beton? Igen. Uh-huh. Tehát az egyik irányba fordul, akkor... Egy ilyen spirális lehet valószínűleg. Akkor az bent tartja, megfordítod, nem. Akkor kifelé tolja. Sok mindent másztam már meg, mixerkocsit belülről nem. Tehát, hogy szerintem ez lehet az elve, de nem biztos. Valószínűleg egy felháborodott autós egyébként. Igen. Azt mondta, hogy le a kátyukban. Itt van Laci, aki betonkeverő autón dolgozott. Hello, Laci, jó reggelt! Szervusztok! Igen, mert jártál te? Igen, azzal jártál te a Szentendrei úton? Tegnap? Nem, mert már nem is, tehát már befejeztem azzal, de ismerem minden sportikájukat. Most tartályautóval dolgozok, tehát egész más. Tehát ha tejet találunk a Szentendrein, akkor az viszont te voltál. Nem, tejet sem, vettél hulladékot itt. Jaj! Aha. Hogy tud valaki letenni 4 köbméter betont úgy, hogy utána elhagyja a helyszínt? Tehát azért ez nem egy rövid folyamat, nem? Hát körülbelül egy 20 másodperc, fél perc alatt kipörgeti padlógázon. Mert jól mondta a Jani, egy csiga, úgynevezett csigasorban benne folyamatosan a dobban, amivel keveri a betont folyamatosan, attól független meg tud kötni benne a betont, tehát hogy egy hiába kevered folyamatosan, egy idő után beköt a beton. Ez ahogy meg össze van keverve a víz, cement, shoulder, onnantól kötésben van az anyag 50 évig. Aha. 50 évig. Igen. Aha, és azt jól mondtuk, hogy ez nem olcsó mulatság, ez egy 4 köbméternyi beton?
Hát a köbméterre 15-20 ezer forint, ez a beton erősségétől is függ, meg ugye a milyen erősségű beton, miben van felhasználva. De nekem ez bentről, tehát ha Józsi rákönyökölt, tényleg itt a kakaós tejet, ette a kakaós csigát, és véletlen mondjuk vitte a kisfiát, aki megnyomott egy gombot, azt ne! Melyiket nem szabad? Azt ne, öcsike, ne nyomd meg! Lacika, mit csinálsz? Lacika, letöröm a kezed! Lacika megnyomta, vagy ki kell szállni, és kint kell elindítani. Változó, van, amelyiken lehet belülről irányítani, az a ritkább, inkább kívülről, hát lehet, hogy szórakozott a sofőrrel valaki, és mire észrevette, hogy valaki megfogta, lehúzta neki a kart, addigra gyönyörűen elkezdett neki forogni kifele a beton, és hát elhúzott, mert hát 4 köbméter betonnal ő ott nem tud mit csinálni. Rögtön hívja a tűzoltókat, és valóban vízzel csapatni széllyel, hogy ilyen ne maradjon benne. Aha, de, ja, hogy kintről is meg lehet húzni, tehát elment egy járókelő a betonkeverő autó mögött, azt mondja, menj már, miért belekapaszkodok, jaj, ne énekes. Meghúzta a kart, és abban a pillanatban itt kiömlött a beton, tehát kintről is indítható. Elkezd a másik irányba forogni a dob, mert hidraulikával van forgatva, egy bovdennel van irányítva, és akkor a másik irányba elkezd forogni a dob, és akkor elkezdi a csigasor kifele hozni belőle. Nekünk volt olyan, hogy kollégámmal mentünk egymás mögött, előttem volt a kollega, és gyerekek ott sétáltak el mögötte keresztbe. Hát nem is olyan gyerekek, mert 15-16 évesek, így az egyik elkezdett nyúlkálni már a karhoz, úgy láttam rá, hogy talán azt nem kéne, mert... Nincs ez nagyon túl biztos. Igen, azért ezt elvárná az ember, hogy ez le legyen zárva, hogy ne lehessen oda. Azt hittem, hogy egy komolyabb, igen, rendszer vigyáz a betonra, amit ott kevernek. Föl kell adítani hozzá egy csavart, úgymond, ami kézzel lehet, és utána tud elhúzni. Ez saját magától nem tud elfordulni, ha csak nem elfelejti rögzíteni, vagy ki van neki ott kopva, és akkor rázkódástól is szépen át tud fordulni, hogyha nincs odafigyelve. Tehát egy elfelejt valamit, akkor úgy is megtörténhet. És mit mondtál, hogy 20 másodperc alatt kijön egy ilyen 4 köbméter beton? Hát ad neki egy tehát folyamatosan gázt ad neki, tehát van egy olyan 1500-1600-os fordulaton tartja az autót, akkor egy fél perc alatt 4 köbméter ki lehet azért majd, hogy nem forgatni, hogyha a csigasor nincs kikopva. Na jó van, hát ezt is még szívesen tanulunk, mert hogy ehhez tök hülyék vagyunk, de ez érdekes. Mindig látom, Benni imádja ezeket a nagy betonkeverő autókat, most legalább tudok neki villantani, hogy működik. Tudod, hogy jön ki a beton kis öreg. Benni, kapsz egy fagyit, ha nem kérdezel többet. És akkor mindig elhallgatod, de most már tudok villantani. Igen? Hogy bosszúból, tehát ugye eleve anyagiba kerül, hogy valaki csak úgy elnyúlja, tehát ahhoz belerakatni a betont, ugye ahhoz be kell menni egy betonüzembe, ott meg csak úgy nem raknak bele beton, főleg egy idegen autó odamész, ugye azt tudják mindig, hogy melyik autó kié a betonüzemekbe, mert azért ismerik egymást. Elég kicsi, a Pesten is főleg most a 3 éve nagyon lecsökkent az egész, tudják mindegyik autóról, hogy melyik autó kié, melyik vállalkozóhoz tartozik. Na jól van. Köszi, hogy elmondtad. Jó munkát neked. Hello, Laci. Ciao. Hello. Ha valaki arra jár a Szentendrein, ez a Szentendrei 152 előtt van, írjátok már meg, hogy mi van, locsolják-e még vízzel, felszettek-e a tűzoltók? 4 köbméter betont felkapni, azért ők nagyon anyázhatnak, szegények. Nem, mikor így kivezénydik őket, hogy akkor gyerekek, azt mondja, most föl kéne kaparni. Van lapátolás. Hogy igen, hogy mi a helyzet a Szentendrei 152 előtt? Hmm. Nem lehet, hogy az volt, hogy egy hajléktalan ment, mondjuk is kért pénzt a sofőrtől, aki nem adott is bosszúból. Nesze akkor Igen. Vagy valakit nem engedett előzni, az utolérte ott egy lámpáral, vagy egy torlódásnál, és akkor előre szaladt, és akkor jó van akkor. Igen, jó, hogy tudom, hogy ott van ez a kar. Egyszer az íze véget, nem? Hát tudtam, hogy a mókát látod a dologban. Ne csináljátok. Hát azért nem éltél igazán, ha nem húztál meg egy ilyen kart, és a nullása nem tettél egy 80 köbméter. Ennek az ellenkezőjét állítják. 80 köbméter gyorsan száradó beton nem engedtél rá a nullásra. Hát nem viccelj, nem azt hittem, ez egy túlbiztosított rendszer. Hát ilyen gomb, olyan gomb, első kar, biztosító kar, semmi, odamész, meghúzod. Megmondod, megijedtél, aztán megkapaszkodtál. Hát apró cseprő per patvarokat szerintem ezzel el lehet intézni. Tehát, hogyha mondjuk a kocsi bejárójára öntöd valakinek úgy, hogy egy picit még hozzáér a kapuhoz is, hogy ne nagyon lehessen nyitni, utána csukni, mondjuk a nap elején, nap végére, mire hazajön a házigazda. Azért én azt gondolom, hogy ott van meló. Az csúnya bosszú. Igen. Igen. Jól van, jött egy hír a tüzéptelepről, azt mondja, az ürömi lámpánál a tüzéptelepes már nincsen benne a buliban, képzeljétek el, visszatérve erre. Évek óta eladta. Balázs rosszul van informálva, és mindig bántja szegény srácot, hát rohadtul nem bántottam most se. Személyesen ismerem, nagyon jó arc,
küldtem nektek SMS-t, hogy hívjátok fel. Nincs már benne a buliban, és már a lakóházat is letarolták az ürömi elágazásnál, a tüzép melletti lakóházat. Tehát így állunk jelen pillanatban, folyamatosan jelentenek a mi hallgatóink. Ez jó hír. Igen, haladnak, haladnak, nem túl gyorsan, de haladnak. De hát Rómát se egy nap alatt építették, hogy... De szépen, szépen fokozatosan, igen. Óven bácsi, a Veru nénivel játszunk, jó? Hívta Kriszta Annát, hogy nincs már ott a beton. Elvitt. Aha. Vagy ellopták. Hát ugye ki? Nézd már beton. Nézd, állj, egy kis vizet, rá se sokkal fáj. Igen, szóval az már nincsen. Elvitték. Alapba jó az. Hova? Alapba, ha már megkötött. Igen, azt még be tudod tenni? Persze, hát csak egy picit melós összetörni. Aha. Hát vagy nagy az alap, ugye? Ja, igen. Majd jó az is. Óven bácsira Berulén lehet jelentkezni, valaki szeretne velünk játszani, írjon SMS-t, jó, hogy Anna tudjon választani. 7:30 pontosan 2 perce jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7:45 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, egy jó kis Bieber's, gyerekek. Ez egy régi dal már egyébként, legalább 2 éves, de nagyon jó. Én még mindenki. Puskás Peti brillírozik be. Igen, nagyon jó kis zenekar, igen, magyar. És ezt nem sokan nem is tudják, hogy ez egy magyar dal, mármint egy magyar előadóhoz köthető, ugye Puskás Peti másik zenekaráról van szó. Nagyon csecse kis zene ez, Szalai. Csecse? Köszönjük szépen. Csecse, így van, nagyon, nagyon csecse. Na, ilyenkor szokta feltenni mindig azt a kérdést magába az ember, hogy mi lett volna, ha külföldön születne? Akkor nyilván nem magyarok. Ez. Kápi. Igen. Tulajdonképpen, tulajdonképpen ez lett volna. Igen. Mit de tehetségesek. Mit játszott a Benfica? Nem tudom, most éppen a Laziót néztem, illetve a Leverkusent. Leverkusen Benfica volt? Ja? Jó van. Na, 3:48, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk, jó? Úgyhogy ha minden igaz, akkor már is itt van a játékosunk, akivel játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Hány olyan dolog van, amiről én sem tudtam, hogy kell kiejteni, mikor 8 éves voltam. Halló, jó reggel! Szép jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Hogy hívnak? Dávid. Dávid vagyok. Dávid! Hello, Dávid, honnan hívsz minket? Hát most jelenleg Balassagyarmatról, mert gyógyszerszállító vagyok. Ó, de legálisan, vagy esetleg legális tevékenységes? Legális, igen. Ha esetleg elárulnád, hogy... Igen, elárulnád, milyen kocsival mész, és milyen rendszámon. Gyógyszerszállító, ez mit jelent? Patikákat töltesz fel, vagy kórházakba viszel? Nem, vagy hol nem, ezeket? Egy bizonyos patikából szállítok személyeknek. Távszert, meg gyógyszereket. De lehet rendelni otthonra gyógyszert? Hát van ilyen távszer, amit rendelnek házhoz, és akkor kiszállítom, mert nagyon mennyiség, és akkor így nem kell menni a patikába elcipelni haza. Meg hát börtönökbe is szállítok például gyógyszert, meg ilyesmi. Ott mondjuk megértjük, hogy házhoz kell vinni, kevésbé tudom küldölni a patikában. Kettes, mert ma maga megy a gyógyszerért. Igen, kéne egy kis halbopidin, kimennék. Persze, menjen nyugodtan, csak ne felejtsen el visszajönni. De tudom, sima háztartásokban, ahol van egy bizonyos mennyiség, és a fölött rendelnek, akkor te azt kiviszed? Ez egy a patika szolgáltatása, vagy egy hipernek a szolgáltatása? Ez hogy működik? Nem, ez van egy cég, ami le van szerződve a patikánkkal. És akkor nekik a termékeiket szállítjuk ki. Ingyenes a házhoz szállítás? Igen. És Dél-Afrikába is visztek? Oda nem, oda nem. Figyeljetek, egyébként egészen megdöbbentő, illetve nem, mert hogy itt nagyon jó az éghajlat, de hogy semmi bajunk nincsen. Tehát, hogy se egy fejfájás csillapítót nem kellett bevenni. Nem szokták ezt elkiabálni azért. Így. Van egy lapangás idő. Nem vagyok babonás, nem vagyok babonás, de már túl is vagyunk egy-két dolgon, meg neki ezt nem szabad. Mert ilyenkor aztán este már maláriás vagy. Aha, mondjuk az is lehet, hogy tudatosan visszatartja a szervezetem a betegséget most már ugye az emlékezetes ájolásom óta, azóta főleg visszatartja a szervezetem a betegséget, amit vettem 4000 forintért egy orrcseppet. Ugye orrsrét nézd, hát figyelj, meg, amikor megláttam, belőled élnek a patikák, ilyen naív emberek, igen, 4000 forint, de a hangod sokkal jobb most. Sokkal, sejmesebb és búgóbb a hangod, igen.
Figyelj, én tegnap fürdöttem a vízesésben, úgyhogy ha bármi lehet, akkor az most csak velem és lehet. És szánszándékkal. Ja, igen, és, nem, és tudatos volt, tehát, hogy belementem. Álltok ez a kis kukiba felmászó kis féreg, ez nem itt van, hanem az Amazonasban. Úgyhogy tegnap úgy valamit éreztem, aha, de ment, 4 hét után már ennek is örültem. Mondom, sem... szia kis barátom, fáradj tovább. Aha, eddig még kellemes, kellemes, jó cövekeire. Na jó, táj meg, igen. Szóval nem lesz semmi bajunk. Na, szóval visszatérve a patikára, ez egy jó szolgáltatás, egy csomó pénzért veszek gyógyszert, és közben ugye nekem ezt ingyen kihozzák, én azt hiszem, hogy milyen jól járok, de közben ez a gyógyszer árában lehet, hogy kicsit benne is van, uh-huh, illetve ezen a patika ugye jól keres. Nagyon, nagyon jó, Dávid, nagyon jó. Na, szokott menni jó be, bácsi Beru néni? Hát néha, így hébe-hóba. Igazság szerint erre most jelentkeztem először, eddig az fekete-fehér igen nem be akartam, mert Ferit ki faggatni gitározásból, mert én is gitározom. Ámol. Hát az még nem jött össze. Ámol, persze. Muszti Dobai. Gyerekek, az a legisten, Muszti Dobai szerettük. Gitáriskola. Ott mindent megtanul az ember, ami az alapokhoz kell. Az első jó dal benne ez. Tudod, mi két akkordból? Egy boszorka van. Három fiam van. Ó, de jó volt, igen. De jó is volt. Jó volt. Na figyelj, Dávid, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, hallgass meg. Rántott husi. Tojásütnek, bundás kenyérre csinálnak, rántott hús. Mondjuk, ha ennyi olajban sül a tojás, akkor nem, akkor étkeznek, nem étkeznek túl egészségesen. Sok kenyérrel. Igen, ez inkább tényleg rántott hús. Jó, mutatjuk az éreket, figyelj. Na. Lehet nem. Zöld az ég és kék a fű. Hát igen, még technikusunk kicsit engedékeny volt. Így van. Oh, yeah. Az egyik kedvenc őrültünk a magyar pop szakmából. Ez nagyon gyorsan ment. Varga Viktor, így van a címet. Mondtad, úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen, jó. Ú, de király, köszi. Ügyes vagy. Feldobtátok a napomat. Régóta vadásztál erre az ajándékcsomagra? Hát egyébként igen, régóta vadásztam. Na most erre a játékra most mertem először vállalkozni, de fú, de jó, hogy sikerült. Köszönöm szépen. Na, jó van. Küldjük neked, tényleg ügyes voltál. Jó? Köszönöm szépen. Játékot. Köszi szépen. Hello, sziasztok. Szia, Dávid, köszi a játékot, ciao. Na, nézzük azt, hogy mi a helyzet az utakon, mert hogy vannak SMS-ek. M3-as gödöllő előtt a Miskolci oldalon vaddisznó kóborol a kerítésen belül, autópálya rendőrség most ért oda a benzinkút után, a Lukoil kút után van egészen pontosan, úgyhogy figyeljetek. A pesti rakparton a Lánchíd és az Erzsébet híd között egy kis testű, sötétszőrű kutya mászkál az autók között. Ezt Balázs küldte nekünk, Mezőörs belterületén a 81-esen mérik a sebességet, Mr. Bean küldte, és még mindig hatalmas a dugó a gyorsforgalmin, mert hogy van egy baleset a Kőhídnál, aki arra jár naponta, azt szerintem tudja, hogy hol van, és mind a két irányba lezárták a gyorsforgalmit, úgyhogy próbáljátok kerülni, hatalmas baleset van ott. Páfrány utcában Pasarét felé áll a sor, nem csordogál, esetleg valaki előttem tudja, hogy ő mi újság? Beérek ma még dolgozni? Kérdezi Pepu. És a 17. kerület pesti úti részén áll a város felé a forgalom, lépésbe lehet csak haladni, a cicás lány küldte nekünk. Köszönjük szépen. Sok útfelújítás van? Mondjuk te egy vonalon jársz, ott van a Hungária, ugye? Ott végig van, csinálgatják egyébként. De Varga Viktorról csak egy sztori gyorsan, ha már ő volt a kitalálandó személy. A legújabb sokkolása a közönség irányában az a következő volt. Lehet, hogy meséltem, mert a Csabai Kolbász Fesztiválon lépett föl. Ő ugye Békés Csabai, tehát hazai erőnek számít. Nem fogjátok kitalálni, hogy hogyan érkezett meg a koncertre. Egy mikrobuszt vezetett, és olyan furcsán ült benne a fiatal ember, először nem tudtam, hogy miért, aztán kiszállt a magyar királyi korona hiteles másolatával a fején, és ezzel is lépett föl a színpadra. Mondta, hogy szerinte ő a király, tehát, hogy ez neki jár. Mondtam, hogy nem tudom a megítélésedet, Viktor, de én ezt levenném, mielőtt fölmegyek. Én őt kedvelem. Ő jó art. Ő úgy hülye, hogy kedves elhiszem, bolond, hogy hülye. Tudod? Tehát vannak azok a hülyék, akikre tudom, hogy ez egy ilyen felvett manír, és játsszák, hogy hülyék. De ő kicsit tényleg ilyen. Tehát Cynthia is, és ő is kicsit őszintén hülye, nem? Tehát látom a szemében az igazi őrületet. Ő az most már nincsenek egy Cynthiával, ha akarsz rossz hírt, vagy nem tudom, hogy ezt tudtátok-e. Nem fog tudni aludni. Azért igen? Mondtam el, hogy kicsit próbáltalak fölkészíteni rá, de te húztad be saját magadnak. Már nincsenek együtt, nagyon sajnálja Viktor is, de azt mondta, hogy egy új világ nyílt ki számára ezzel. Ha nem akarok egy olyan országba hazamenni, ahol ők ketten nincsenek együtt. Hát akkor inkább itt maradok. Megrázó híre. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol Cynthia diktátor, vagy ki ő? Cynthia diktátor, és ő nincsenek együtt. De szimpatikusak, szeretem minket. Nagyon aranyosak voltak. Igen.
Na, jövünk vissza, és azzal foglalkozunk majd, hogy egy felmérés szerint a pincérnőket éri a legtöbb inzultus a munkájuk során. Ez egy amerikai felmérés egyébként, és ebből kiderül, hogy a vendéglátásban dolgozó amerikai nők 80%-át zaklatják a vendégek. A kétharmaduknak egyértelmű célzásokat tesznek, több mint felükre pedig félreérthetetlenül nézett vagy mutogatott a vendég, 40%-uktól randit akartak kicsikarni, és több mint egyharmadukat pedig megcsipkedték vagy taperolták. És arról beszélgetünk majd, kizárólag most női oldalról egyébként, hogy melyek azok a foglalkozások Magyarországon, amikor is, ha nő vagy, akkor nem úszod meg, hogy veled kikezdjenek. És várunk SMS-eket, írják meg nekünk női hallgatóink, hogy velük hogy próbáltak kikezdeni. Ugyanis vannak tipikus sztereotíp foglalkozások szerintem, ahol egy pasi kicsit akár tárgyként is tekinthet a nőre, és azt gondolhatja, hogy ez a foglalkozás, ez feljogosítja arra, hogy ő kikezdjen vele. Nem? Nem így van? Néhány ilyen foglalkozás létezik, hogy valahogy a nő vagy olyan ruhában van, vagy egy kicsit szexibb, vagy tényleg pincérnő, belecsípsz a fenekébe, rácsapsz a fenekére, vagy fogorvos, vagy stewardess, ahol jobban kikezdesz vele, mintha például ül, nem tudom, egy bankban, és intézi az ügyeidet. Ápolónő. Például a titkárnő. Titkárnő. Hát igen, lehet a titkárnő is egyébként, vagy az ápolónő. Annak próbálunk utána jönni, hogy ezek hülye sztereotípiák-e valójában, vagy tényleg a betegek valójában azt gondolják, hogy megérkezik Aranka kicsi fehér köpenyben, és ki kell vele kezdeni. De írhatnak nekünk szimpla ABC-ben dolgozó hölgyek is, hogy velük hogy kezdenek ki, van-e visszajáró vendégük, aki inzultálja őket, fogdossák-e a pincérnőinket, és miközben is issza, nem mondjak most meg Józsit vagy Bélát, issza Andor, a reggeli feleség. Andor, nagyon jó. Szerintem a legjobb választás volt. Ez megvan. Issza Andor a reggeli felesétek kocsmában, akkor például kikezdenek-e a pultos csajokkal egy-egy bisztróban vagy eszpresszóban? Hát rám nem jellemző a manapság, már ugye boldog házasságban vagyok, de annak idén soha nem tudtam ellenállni a bérszámfejtőknek. A cipésznőknek és a vécésnéniknek, igen. Na, kicsit beszélgetünk a felmérésről, és megpróbálunk utána járni, hogy Magyarországon mi a helyzet. Várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06. 70! 70! 645-00-00, jövünk a hírek után. 8 óra, úgy pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és igen, közlekedési híreket nézzük. Gyorsan elmondom a legfontosabbat, hogy megszűnt a dugó a gyorsforgalmin, vagyis ott már jól lehet haladni. Volt egy nagy baleset reggel, de úgy néz ki, hogy megnyitották a gyorsforgalmit, úgyhogy újra jó, nincs rajta dugó. Trafi M3-as Vásárosnamény felé az Őri kijárónál 60-as korlátozás csiga küldte nekünk. M3-ason a 30-es kilométernél 60 felé egy busz áll a szélvédősávban? Mi az, hogy szélvédősávban? Hát ott nem, ott vigyáznak a szélvédőre. Vigyáznak a szélvédőre, igen, ott nem törik össze a szélvédő. Nehezen vehető észre, ezt szélvédős Feri küldte nekünk. A Gyömrői még nagy a dugó, de a gyorsforgalmit 8 percen megnyitották, így már azon is lehet közlekedni, amennyiben a bámészkodó autósok azt engedik, ezt Göndi küldte nekünk. Göndi, köszönjük szépen. Valamint az M6-os 41-es kilométernél fotóznak, szintén van egy trafi Mezőrsön a 81-esen, méghozzá Győr felől érkezőket mérik, ezt Kicsi küldte nekünk, és a Hüvösvölgyi befelé elesett, mint egyébként minden reggel. Viszont a MÁV kitesz magáért, majd 20 perces késésünk volt a Veresegyházi vonalon, és többet nem látunk. Úgyhogy időben ott vannak, elindulnak, nem hajlanak a sinek, nem esik a hó, lehullottak a falevelek, minden rendben. De jó, pukkantsunk el egy pesgőt. Így van. Azt nézem, hogy... Nincs több, jó. Na. Nincs meg Julink? Egy darab sem. Nincsen? Darab sincsen? Igen, kérdezed, hogy a Morning Show asszisztenseket inzultálják-e? Ezt akartad tőle kérdezni? Hát, úri emberek vagyunk, nem. Igazából hát, tudom, hogy nem. Nem kérdezünk nem ilyen. Is mi. Már nem mi. Is mi. Már, igen, mi nem, de hogy mások igen, inzultálják-e. Egy érdekes cikk jelent meg, ez egy amerikai kutatás, és a pincérnőket éri állítólagosan a legtöbb inzultus munkájuk során. A vendéglátásban dolgozó amerikai nők 80%-át zaklatják a vendégek, a kétharmaduknak egyértelmű célzásokat tesznek, több mint felükre félreérthetetlenül nézett vagy mutogatott a vendég, 40%-tól randit akartak kicsikarni, és több mint egyharmadukat pedig megcsipkedték vagy taperolták. És arról beszélgetünk, hogy Magyarországon mely foglalkozásoknál érezhető az, hogy a nőkre kicsit szexuális tárgyként tekintenek, vagy azt gondolják, hogyha nő ezt a foglalkozást űzi, akkor biztos, hogy kapható valamire, vagy biztos azért választotta ezt a foglalkozást, mert hogy hát benne van a buliban. Ugye van egy-két ilyen tipikus foglalkozás, igen. Amikor hát azt gondolod, hogy a nő azért ment el ilyen munkát végezni, mert ő talán könnyű vérű.
Hát vagy ez a pincérnős vonal, ez szerintem nálunk is működik, főleg, hogyha van valamilyen helyes kis egyenruhájuk. Ugye ezek az amerikai pincérnők, látni szoktuk őket mindenféle filmekben, meg aki szerencsés volt, az már élőben is találkozhatott velük. Általában ilyen kis névtáblás, ilyen helyes kis ruciba, meg adott esetben ilyen kis valamiféle fejkendőbe, ilyen logos fejkendőbe, vagy ilyesmi fityulába szolgálnak ki, és azért hát tudnak ki jól kinézni. Aztán vannak ugye ezek a fajta szélsőségek, amik mondjuk abból adódnak, hogy eleve ez az étteremnek a profilját, nálunk is van ugye ez az étterem, amiben elsősorban olyan lányok szolgálnak. Hát ott ne csodálkozzon senki szerintem, nem? Hát ott sőt, még le is ülnek beszélgetni állítólag. Én nem voltam még ott. Majd egyszer elviszünk a tutiba, Jani. Ott nekem nincs kaja, csak azért nem voltam. Hát ha majd csinálunk egy vegás burgert, az nincs azért alibi. Érdekes, hogy mielőtt ugye az összes többi ilyet megkeressük, hogy miért a pincérnők, hogy ott az lehet, hogy iszol egy valamit, és akkor fölbátorodsz férfi vendégként? Érted? Tehát, hogy a boltos lány is tud jól kinézni, a kasszás lány, de ők kevesebbet kapnak. Tehát a pincérnő az miért? Tehát, hogy szexisebb, kihívóbb, vagy te ott iszol két italt, férfiként felbátorodsz, és akkor elkezded a fenekét taperolni? Hát valószínű ez lehet nyilván, igen. Nálatok a kórhelyben Gerivel sokat? Hát figyelj, úgy megsimogatják a kopasz fejét annak a fiúnak, hogy öröm nézni. De tök érdekes, nálunk pultos lányok vannak, csak a pályán nincsenek, ott a fiúk dolgoznak, és hogy a pultos csajokat is megtalálják. Tehát van, aki, van, aki odaáll direkt, pedig hát nálunk ilyen ültetett dolog van, odaáll, mert hogy a, hát itt mellbe meg kell nézni. De ez jó egyébként a forgalomnak, nem? Tehát valahol egy kicsit így célirányosan is ezeket a pultosokat, ezeket a pincérlányokat keresik, akik azért meglehetősen dekoratívak, nem? Ez valahogy egy etet itat, ahogy mondani hát szokták. Hát igen, lehet, hogy most az tulajdonosnak lehet, hogy jó, de azért képzeld el azt a szegény lányt, aki tudja, hogy lehet, hogy ő most csak azért van. Ő ezt nem kalkulálja bele, amikor elvállalja a munkát? Azt hogy szokták ez mondani, hogy igen, hogy kiteszed, amit ki kell tenni, mert akkor nagyobb lesz a borra való. Ezt ők tudják szerintem, aki ezt a pályát vállalja. Tehát, hogy pincérnő lesz. Egyébként szerintem tudatosan csinálják. Tehát, aki erre játszik, hogy kicsit kidobja, a vendéglátóipari egységben, tényleg egy presszóban. Mi használom mindig ezt a presszót? Nagyon jó szó, én szeretem. Igen, egy jó kis presszóban az ember betér, egy jó kis feketére, így jön egy feles. A csajok azért ezt tudatosan csinálják. Tehát ezeket a nőket azért nem kell félteni. Nem azt mondom, hogy mindenre kaphatóak, de hogy is. De hogy nyilván kicsit csinosabb vagy, jobban nézel ki, jobban jön a borra való, kicsit kirakod a melledet, tehát ők azért ezzel élnek, tehát ha egy ronda nőt állítasz a pult mögé, meg egy jó csajt állítasz a pult mögé, a jó csaj egyértelműen több borra valót kap. Uh-huh. Tehát jobban itt tudja itatni a vendégeket, és jobban is kapja a borra valót. Tehát ezzel a csajok azért ott teljesen tudatosan élnek, az nyilván kicsit nem fér bele, persze, hogy rácsapjanak a fenekére, de hogy azért aki vendéglátásban dolgozik, az nem sírja ettől el magát. Hogy mondjuk neki beszólnak arra, hogy jó a feneke, vagy jó a melle. Pontosan tudják, hogy ez így működik. Meg sőt, jó, hát jobban jön a borra való. Jó dumával meg lehet kezelni szerintem. Tehát, hogy persze. Amikor még én kocsmapultoknál álltam nagyon régen, és szépeket és mondtam. És csapkodtad a feneket? Nem, odáig én azért nem mentem el, de így szépeket azért próbáltam mondani. Én mindig azt imádtam a legjobban, hogyha lehetett vele dumálni, tehát lehetett vele beszélgetni. Valahogy visszaszólt. Most ne ülj mögé, de tényleg. Hagyjál már. Komolyan. Én azért addig nem mentem el, hogy a fenekükre csaptam. És én nagyon szeretem velük beszélgetni. Igen, az agrárium helyzetéről. Kik voltak, milyen munkám? Nyilván az autókról. Nyilván az agrárium helyzetéről dumáltam annól pincérlányokkal. Az más, hogy aztán hova jutsz el, de hát nem úgy kezded, hogy rácsapsz a fenekére. Nem, hát. Az a harmadik. Az a harmadik. Igen, de előtte megfogod legyen a mellét. Legyen szíves, és már. Igen. Van hallgatónk? Azt mutogattad? Most azt mutogattad az előbb? Nincs hallgatónk. Most azt mutogattam. Valamit az előbb mutogattál? Annának mutogattam, mert te mutogattad, hogy hívjon az Anna hallgatót. Ja! Én csak továbbítottam. Hát gyakorlatilag egyébként igen. Anna tárcsáz és hívogat, de egyelőre még nincs senki. Már hogy van, csak... Igen, na szóval mit számít zaklatásnak? Tessék, te például beülsz egy fogászati kezelésre, és ott helyes az asszisztens, vagy a dokinő. És az ajánlatot teszel neki, vagy kétértelmű megjegyzéseket, az már szexuális zaklatás? Amerikában biztos, az nem? Tehát ott is. Ezt elég szigorúan, egészen szigorúan nézik. Hát nálunk nem lehet vele bíróságra menni valószínűleg, de szerintem nálunk is rosszul veszi ki magát, ha már annyira. Ha valakit megdicsérsz, mert jó néz ki, meg milyen helyes, az szerintem oké, okay, de ha konkrétan szexuális ajánlatot teszel, még ha ez el is van bújtatva, akkor az már nem korrekt. Na de várjál, most egy pincérőt miért dicsér meg az ember, nem? Mert ugye, mert szép kávét csinált. Aha, legyen szíves egy espresso mahiatót, igen, meg abból is, abból a brownieból is, ah, hoha, hey!
De jól nézünk ki ma reggel. Tehát, hogy ez hogy jön össze? Rendelek, kihozza, megeszem, fizetem, megiszom, fizetem, azt elhúzok. Hát látszik, hogy nem jársz azért ilyen talponállókba, mert azért ez nem így megy, hogy megeszem, megiszom, rendelek, elhúzom. Hát arról szól, az egész egy aktus tulajdonképpen. Bemész, kikérsz egy feles, szemmel megcsed a pincérnőt, jön Aranka, kicsit beszólsz neki, a többiek röhögnek, visszakézbe kapok egy olyat, hogy elgurul a fejem. Felképel, újraindul, kisborra valót adsz neki. Tehát ez egy játék, ez közel sem arra, hogy bemegyek, megiszom, elmegyek, köszönök, hanem ez benne van, ez egy ilyen verbális aktus zajlik ott a vendégek és a pincérnő között. Aztán van pincérnő, aki nyilván ezt engedi, vagy pultos, van, aki pedig kevésbé engedi. Ez attól függ, hogy mennyi borravalót akar, vagy mennyire engedékeny, vagy mennyire szigorú. Vannak az idősebbek, azoknak komolyabb tisztelet jár ki, és vannak a fiatalok, nyilván ők kapnak. Ha nem szólnak vissza, ez mindig pultos sokon múlik, hogy ki hogy intézi ezeket a dolgokat. Hogy mi fér bele, hát vagy nem mi nem tudom. Fér bele. Én cukrászdapultnál voltam a de most már más, én nem cukrászdákról beszélek. Amikor hát én ilyen kocsmák. szórakozó helyen voltam, és tartózkodtam valamilyen okból kifolyólag, akkor általában mindig az ment, hogy egy jó kólát állom! Hogy? Lájkóla! Mi? Lájkóla! Kóla! Nyugodj nélkül! Jó, de ezek más. Kb. Ez más. Ezek és aztán kéz a kézben együtt hazamentünk. Ezek presszók. Én és a nagyot halló. Ezek presszók, vagy vendéglátóipar egységünk, most egy cukrászdába, hát most állott neked Horvát Béláné, érted? Adja neked a Rákóczi túros, tehát annak nem szólsz be. Azt csak gondolod. Tehát, hogy Horváth Béláné, Rákóczi túros, az olyan. Horváth Béláné, visszajárnál. Tehát egy cukrászdában teljesen más a nexus, mint hogy bemész például egy talponállóba, bemész egy kocsmába, ahol az egész légkör sokkal felszabadultabb. Tehát ott azért tudsz beszólni, mert más a dolognak a hangulata, mint hogy bemész, látsz 30 darab zserbót, 40 darab francia krémes, és egy üvegpult másik oldalán áll egy néni egy fejkendővel, vagy egy fiatal csaj, és kiadja neked a zserbót. Eleve a pultos csajok, igen, Erzsike, kiadja neked a zserbót. Ez itt csókolom. A pultos csajok eleve kicsit rájátszanak. Aki jó vendéglátós, az már olyan csajt állít be. Tehát nem lehet összehasonlítani a cukrászda, meg tényleg mondjuk egy ilyen talpon állott, tök más. Másról is szól, ugye nyilván. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, Éva. Szia! Hello, sziasztok. Éva! Szia! Na, te automosóban dolgozol, vagy dolgoztál? Dolgoztam, igen, egy olyan 7 évet körülbelül. Az igen. De azon mit csináltál? Kasszás voltál? Az is, meg mostuk a kocsikat is, kézzel, szivacsa, sterimóval. Ja, azt hittem, ez az a fajta mosó, ahol tudod, így cicivel kell dörzsölni. Igen, mindenki ezt hitte, páran kérdezték is, meg hiányolták ezt a részt. A szolgáltatást, mi? Igen. Hogy szólnak be a pasik, vagy hogy indították el, mert ez is tipikusan olyan munka, amiről az ember tényleg azt gondolja, hogy kicsit a nő vizes, egy vizes szivacsal, ugye mindenkinek a fantáziája beindul, ültek az autóban, vagy kiszálltak, és elkezdtek beszólogatni? Nem, mindig kiszálltak, aztán ugye, mivel elég közvetlen voltam én is, meg minden munkatársnőm, ezért sokszor volt úgy, hogy beszélgettünk, stb. És akkor ők ebben többet gondoltak, mint ahol ami benne volt, és akkor egy-egy vacsora meghívás, vagy egy-egy nagyobb borravaló, vagy névnapomra 10 000 forint, meg hasonló. A nagyobb borravaló érdekében voltatok kedvesebbek velük, hogy tényleg amúgy is nyitottak vagytok? Nem, alapból úgymond ilyen normálisabb. Barátkozó. Igen. De ez benne van, szóval szerintem ez tökre hozzátartozik nekem, ezzel az ég egy adt a világon semmi bajom. De egyébként semmi olyan nem volt, hogy mellvillantás, vagy hasonló, vagy szűk nadrág, hanem úgy kézelje minket, gumicsizma, nagy nadrág, nagy póló, stb. Szóval még csak nem is öltöztünk kihívóan. Ennek ellenére volt olyan, hogy 300 000-et ajánlottak egy csókért, vagy ilyesmi. És milyen volt a csók? Hát én nem fogadtam el. Úgyhogy ezt nem tudtam. Oda járt a feleség, a gyerek, egyik meg egyébként se vagyok olyan típusú, de vannak ilyen kedves emberek. És ki fizette volna szerinted a 3 kilót? Ki, oda le is tette az asztalra. Az kemény. Az komoly. És mit akart a 3 kilóval? Egy csókot. Egy csókot. Az 300 000 forint? 300 000. Ez nem rossz órabér egyébként. Hát nem rossz, de hát... Biztosan akkor nem azt szívesebben elfogadták, mondtam, hogy köszönöm, de ez a lehetőséggel nem élek. És akkor jött Béla, én viszont igen. Kiló 50-ér át is megyek a te hát százba. Persze a kollégáim, mert úgy volt a borra való mindig, hogy elosztottuk. Persze a kollégáim annyira nem örültek ennek a döntésemnek. Uh-huh.
És a csajok kaptak több óravalót, vagy a pasik kaptak több óravalót? Hát mindig a csajok, meg egyébként a csajok, volt főnököm, ő rá is ment erre, hogy fiatal, úgymond idézőjelbe fiatal lányokat vett fel, akik ilyen kedvesebb, stb. Stb. És akkor ugye jobban is jöttek oda az emberek mosatni. Ez tök tudatos, ez a kereskedelemben egy teljesen egyértelmű szabályrendszer, hogy a fiatal csajokat alkalmaz, a gyógycsajokat. Egyszerűen jobban működik a dolog, igen. Igen. Hát igen, csak ilyenkor tényleg nem csodálkozhat az ember, hogyha valaki tovább gondolja ezt a történetet. Hát persze, utána a feleség valószínűleg sejthetett valamit, vagy gondolt valamit, mert amikor én átkerültem másik mosóba, akkor a férfi a város másik végére kezdett el járni, meg hordani a családi kocsit, stb. Stb. És akkor ugye... Így amikor a feleség jött, akkor mindig mondta, hogy hát ő ezt nem érti, hogy miért ide kell járnunk, de... Nem értette mi, hogy miért ez a mosó. Igen, csak csajok mosták a kocsit. Na jó, van, köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, hello. Szia. Igen. Ilyen SMS-ek kérnek, ezt nem tudom elolvasni. Egyszer felszedtem egy stewardess a repülőn. Találkoztunk, de a levegőben szebb volt. A randi nem hozott enni és inni. Jó, de egyébként jogos. Igen. Miért csak a csajokat zaklatják? Sok pihenésre vágyó kamionhoz zaklatnak a parkolóban. Hörgyek egyértelmű ajánlattal. Szerencsére. Írja nekünk Speedy. Éjjel-nappali dohányboltban dolgozom, és engem is betalálnak részeg 50 felettiek esténként, mert azt hiszik, kocsmában vannak, udvarolnak, dicsérnek, és keveset jattolnak, de a fenekem ez nem érnek. Ja jó, aláírás, Üdv István, jó. Értem így már, hogy ez humor, igen. Pár éve felszolgálóként dolgoztam egy étteremen kávérendelés, egy kávét kérnék tejjel, cukorral, amúgy Laci vagyok. Hát ez a kereskedelemben, ez még egészen kultúrált egyébként. Felszolgáló vagyok, folyamatosan kaponam a hülye beszólásokat, sokszor idősebbek, erre azt szoktam mondani, hogy nincs apa komplexusom, írja nekünk egy hallgató. Egy külkereskedelmi cégre dolgozom értékesítőként, egy ügyféltől kaptam a következő üzenetet, egyszer szétiszhethetnél, aztán összerakhatnál. Ez egy Rúzsa Magdida a szöveg. Igen, a Presser írta egyébként magát a szöveget. Jó, visszaírtam az úrnak, én XY cég értékesítője vagyok, nem a Legoé. Azóta nem kaptam SMS-t, de sokkal többet rendel. Én pultosként dolgoztam, volt egy vendégem, aki azt hitte, hogy mindenre kapható vagyok, milyen igaza volt. Ma már ő a férjem. Szép esemes, igen. Masszőr vagyok, kicsi öröm kérését minden negyedik vendégtől megkapom, mikor érdeklődnek. Ez a kicsi örömkérés, hát ez az micsoda? Az, bum-bum. Amire gondolok? Az. Bum-bum. Tehát felhívsz egy sima masszőrszalont, vagy tájmasszázs, vagy nem tudom, és egyből megkérdezed, hogy van-e happy finish, vagy bum-bum finish, uh-huh. Igen? És egy érdekes dolog, hogy a masszőrnőkről egyébként hányan gondolják. Masször, hostess, stewardess, ápolónő. Nem? Így tenném össze a sorrendet. Akikről mindenki azt gondolja, hogy biztos azért stewardessek, vagy azért hostesskednek, mert vihetőek, nem? Hogy ez is biztos benne van a pakliban. Hát nyilván, hogy a masszöröknél az egyértelmű testi kontaktus miatt sokat gondolják a dolgot, meg sok filmet láttak, meg hallottak mindenféle mendemondákat Tájföldről. Tehát, ha egy tájlányal találkozol, és masször, hát akkor csak rákérdez az ember, nem? A bum-bum finishre. És általában, én nem tudom, mondták. De te jársz egyébként, nekem te gyanús vagy tájmasszörről. Az mindennek az alja egyébként, hogyha valaki rákérdezne. Ilyesmire meg, hát ezek szerint valaki rá is kérdez. Küld be az Annát, légy szín. Az mindennek az alja. Egy pillanatra, Annát küld be. Már jön is. Kösz. Vágó lányok. Itt vagyok. Jaj. Hello, Anna. Hello, sziasztok. Figyelj, most tök komolyan kérdezem, hogy a telefonban veled egyébként kikezdenek? Tehát amikor betelefonálnak, tesznek neked ajánlatokat? Mert most nyilván Nógrádinál mi hűlünk, hogy jaj, de jó, kikezdett. De mondjuk az elmúlt 5 évből hány olyan volt, aki azt mondta, hogy figyelj, nem mondd el a fiúknak, de én azért telefonáltam be, mert tudni akarom, hogy veled mi a helyzet. Van ilyen? Mert van. Erről sose beszélünk egyébként. Tényleg? Van, igen, van ilyen, de nagyon kedvesen teszik, nagyon aranyosan, és egyáltalán nem tolakodóan. Igen, de van ilyen. De egyértelmű, vagy te gondolod, hogy ő arra gondol, vagy egyértelműsítik, hogy ő most nem azért telefonál be, mert játszani akarna, hanem mert mondjuk szeretne elhívni randizni. És igen, ebből mennyi valósult meg? Igen, aranyos vagy, te egy sem. Nem üljük el, nem, komolyan kérdezem. Tehát, hogy mit mondanak, hogy Anna, figyelj, hallottuk, hogy van a Peti, de. Tehát szemtelenül bekérdeznek, vagy elkezdenek ilyen nagyon negédesen, kicsit közhelyesen udvarolni? Nem annyira negédesen, igen, volt, aki elkérte a telefonszámomat, nyilván nem adtam meg.
volt, aki szeretett volna velem megismerkedni, vagy megkeresett mondjuk a Facebookon, és akkor megszólított, hogy ő az, aki már többször telefonált, hogy meghívna egy, mit tudom én, kávéra, hogy leülnénk egy kicsit beszélgetni. Igen, ilyen volt, de biztos egy része nem csak nekem szól, hanem gyanítom vonzó esetleg az, vagy érdekes az a munka, amit én csinálok, és esetleg abba is szeretne belelátni, tehát, hogy a különlegesség nem mondom nekik, a hogy nem is tudod, hogy nézek ki. Tehát nem is tudják hogy nézek ki. Tudják. Igen? Hát figyelj, azért fönn vagyok a Facebookon, engem utol lehet azért érni, tehát, hogy tudják, finoman azért ezt igen, tovább görgetted az a hallgatóink kedvéért, akik még nem jelentkeznek. Nem jelölöm vissza őket, megtalálnak, azért van rólam fönn, nem vagyok egy ismert ember, de ha rákeresel a nevemre, akkor a Facebook ki fog dobni rólam fotókat, meg az internet. Nem jelölöm őket vissza. Persze, ez most kicsit úgy mondtad, ki fog dobni rólam a Facebookot. Hát nyilván, figyelj, ebben a szakmában dolgozunk, mindenkiről van fönn egy pár olyan dolog a háttéremberekről is, mint jó magam. Nem vagyok semmilyen celebritás, de hát azért utolérhető. A gyerekek azért így ismeretlenül betelefonálni egy rádióba, igen, és randira hívni valakit, az bátor. Igen. Nem merném megcsinálni. Nem, konkrétan nem merném fölhívni. Hát én civil hallgató lennék, és hallanék egy csajt, akinek még tetszik a hangja egy rádióban, tökre nem merném fölhívni. Hogy fölhív, és akkor igen. Józsi. Szia, nem tudom, Andrej vagyok. Nem szeretnék elvinni randizni. Ott van Ica. Milyen Ica? Benfica. Figyelj, nem ennyire direktbe megy. Nem ennyire. Körbecimatolnak előtte egy kicsit, hogy ma milyen napod van, mi van, megvan-e még Peti? Vagy hogy a francba csinálják? Megvan-e még Peti? Valahogy csak érdeklődnék. Én több innen csinálom. Igen, nem akarok egyértelmű lenni, van még férjed. Szóval, nem így csinálják. Nem akarom magamat kiadni, mert akkor ezzel meg olyan, mint hogy egy fölhívás lenne egy keringőre. Vannak gyenge pontjaim, amiket egy kellő intelligenciával bíró pasi, hogyha beszélgetünk, akkor ráérez. És azt a vonalat ő viszi tovább. És akkor, mikor már beszédbe legyedünk, mert mondjuk van szabad, amivel sokszor sarokba szorítotok, hogy mennyit csevegek, nem annyira sokat csevegek, de mikor van mondjuk szabad 2 percem, és még pont egy olyan telefonálóval akadok össze, akkor lehet, hogy tovább beszélgetünk még 2 gondolatot. És akkor úgy jut elő oda, hogy azt mondja egy, mit tudom én, 3-4 perc után, hogy megmeri kérdezni, hogy te 10 óra után sok munkád van, vagy meddig szoktál benne lenni a rádióban? És olyan, aki malackodott például, vagy disznolkodott a telefonban, most nem arra gondolok, hogy röfögött konkrétan, hanem hogy az följött, hogy szia, Anna, 3-as ugrás, nem. És rátért a lényegre. És egy 3-as. Aki fölhívott, és poén azt volt. Hitte, hogy te egy olyan csaj vagy, akivel ezt megengedheti. Volt ilyen? Volt ilyen, de ez poén volt. Tehát nem volt sértő, nem volt bántó. Ógyne, persze, abszolút. Plán, amikor így bedobjátok azokat a dolgokat, hogy Annát meg lehet vesztegetni, akkor tudod, jön az, hogy figyelj, nagyon jó a testem, egy 25 éves fiú vagyok. És akkor wow. Persze, és akkor tesznek ajánlatokat. De ez vicc, hát nyilván nem 25 éves szerintem, és nyilván nem jó a teste, és egyáltalán. Ja, kell hesegetni ezeket a gondolatokat. Nem 25 éves, nem jó a teste, nem 25 éves, nem jó a teste. A telefon. Anna, de akkor fordítsuk meg a dolgot. Igen. Volt olyan, hogy valaki mondjuk így feldobott egy ilyen magas labdát, és utána mondta rögtön, hogy csak vicceltem, és te mondtad, hogy kár. Nem volt ilyen. De egyébként nagyon cuki kis évődéseim vannak a hallgatókkal, tehát ők ezt tudják, és akik most hallják ezek, hogy mondjam, azok az emberek tudják ezt igazolni, hogy tényleg így van, nagyon cukik, aranyosak, mi itt szoktunk egymással évődni, megvannak azok a törzs hallgatója Morning Show-nak, akikkel hát én már, hogy úgy mondjam, egy olyan nexus tápolok, hogy egy picit talán jobban belelátnak az én véleményembe, meg egy-két olyan dologra, hogy mi az hozzáállásom egy-két dologhoz. Tehát, hogy így, igen, ilyen kedves, kedves baráti kapcsolat vagyunk. Ennek köszönhetően nagyon sok pékárú reggelenként. Igen, például igen. A pékárú. Azt hittem, minket kedvelnek, de ezek szerint. Igen. De nem, jó, de ilyen durva, kíváncsi voltam, de ilyen durva nem volt. Csinálja. Tehát ilyen primitív, közönséges, durva nem volt. Tehát a udvarlás szintjén nem. Olyan beszólás hát hallják, volt, hogy igen. Egy úri nő vagy, és nem merik. Mert telefonon keresztül az ember talán még bátrabb lehet, és mert ugye mondjuk élőben megcsinálni, az durvább. Igen. Telefonon azt hittem, hogy azért van egy-két bátor. Jó, nem. Köszi. Jó fejek. Az úri nőnél elgondolkozott az Anna. Elvesztette a fonalat. Azt ír egy hallgató, hogy Bölcsiben dolgozom, apukák rendszeresen kérdezgetik, engem is bepelenkázol. Ez mennyire rossz duma, Jézusom. Nem? Egyébként egy Bölcsiben dolgozom. Meg a gyerekedet viszed oda. Tudod? Igen, legmeredekebb. Szoptatsz is?
Jézus Isten, Niki küldte nekünk, csak hogy a bölcsiben dolgozó csajokat is sokszor ugye szexuális tárgynak tekintik. Én szedtem fel stewardess-t, írja egy hallgató, utána mentem a repülő végébe. Átadtam az e-mail címem, amit elhagyott, végül megkeresett az utaslistán, majd az IVI-ben. Ez jó. A stewikról is azt gondolja az ember, vagy nem is azt gondol, van egy hülye sztereotípia, nem? Hogy stewie, tudod. Perugsz, ott ülsz, és akkor elindul egy ilyen kacérkodás közben. Miért gondolnád, hogy a stewardess-eket fel lehet szedni? Hát nyilván nem lehet. Van még hallgatónk? Igen. Halló, jó reggelt! Halló. Viki, hello! Szia! Én master vagyok, és mikor tanultam a szakmát, akkor mondta az oktatónk, hogy azért figyeljünk oda, hogy vannak vendégek, akik mást is akarnak, és akkor jókat mosolyogtunk rajta, és nevetgéltünk. Aztán tényleg lettek olyan vendégeim, és főleg az ismerőseim köréből, akik családos emberek, és ajánlatokkal bombáztak. És mikor kértem, hogy akkor fejezzék be, és egyébként is többet nem jöhetnek, akkor meg megsértődtek, hogy én mit képzelem, ők csak vicceltek, és olyan kellemetlen volt, persze. Tehát még én éreztem magam kellemetlenül, de egyébként... Figyelj, minden... a verbál részét én értem, tehát nyilván van, aki verbálisan. Mesélj nekem olyat, hát ha volt, amikor elfordultál mondjuk, hogy megmosd a kezed, ő ott volt még egy kis gatyában, és mire visszafordultál, már félreérthetetlenül, mesztelenül feküdt az ágyon, elkezdett legyezni, helikopterezni, mert ugye a verbális ajánlatok nyilván vannak. Egy masszőrnél, hát az ember elmegy egy masszőrhöz, az emberek eszébe jut persze, hogy milyen masszőr, de hogy volt olyan, aki például levetkőzött, és mire visszafordultál, ott állt így egy szál Ádám kosztümben, és azt mondta, hogy csinálj, amit akarsz, volt ilyen? Nem, olyan helyzetet. Akkor szerencsés vagy. Hát nem szerencsés, azt tudni kell kezelni az embereket meg, hogy olyan helyzetet még egy másodperces engedjük ki a kezünkből az irányítást, hogy nem szabad ilyen helyzetet teremteni. Habár az oktató mondta, hogy teljes testmasszázs, ugye kihagyják a masszőrök az intim részeket, és férfiaknál nem szoktak például fület masszírozni, mert az beindító. Nem tudom, én a páromon kipróbáltam, nem jött be. Engem rohadt idegesítő. Szóval tehát hogy ilyeneket nem, de nem is próbáltam ki, tehát nem kísértettem meg a sorsot. De egyébként felháborító, hogy sok masször úgy hirdeti magát, és talán ezért is értik félre. Én volt, hogy egy... Miért felháborító? Hát vannak... Hát vannak masszőrök, akik bevállalják. Miért? Nem értem, hogy ebben mi a felháborító, vagy hogy nem már tudom, hogy van, úgy hirdeti magát. Összekeverik a dolgokat, hogy svéd masszőr vagyok, gyógymasszőr vagyok, és aztán kiderül, hogy volt, hogy én is hogy masszőrt kerestem magamnak, mert fájt a hátam, és akkor ajánl, tehát hogy ugyanúgy, sőt, még hát ők mondják, hogy akár bármi más is belefér. Számomra ez megdöbbentő, hogy ez... De ajánlotta neked a masszőr, a férfi masszőr igen, saját igen, magát? Igen. Mondtam, hogy én nem mondtam, hogy én masszőr vagyok, én is el szeretnék menni masszázsra, és akkor mondta, hogy hát milyen masszázsra gondoltam, és számomra megdöbbentő volt, hogy úristen. Tehát nem csak, hogy a vendég tesz ajánlatot, még a masszőr is. És nagyon össze van keveredve az emberek fejében ez a masszázs dolog. Hát mert nincs még egy ilyen általános kultúrája. Vagy ha vendégségben vagyunk, vagy ismerősöknél, és mivel foglalkozom, masszőr vagyok, hát egyből a férfiak. Hú, hát akkor engem megmasszíroznál, és látom az arcukon, hogy valami teljesen másra gondolnak, és nem a hátfájásuknak a problémájára. Hát ilyen ösztönállatok a férfiak egyébként. Fúj, igen. Szörnyű. Szörnyű, igen. Nem szörnyű, csak vannak hát közöttük olyanok, akik teljesen más gondolnak. De a legkellemetlenebb az, amikor ismerősöm, és tudom, hogy összejárunk a családjával, és valami teljesen másik oldaláról mutatkozik be az apuka, és kellemetlen. És utána mit már... Tudod, hogy mama a konyhában csinálja a karácsonyi vacsorát, apuka pedig mellé sodródik egy ilyen karácsonyi kis vacsoránál, és azt mondja, hogy... Nem volt, hogy kimentem hozzájuk házhoz masszázsolni, és még az anyuka a házi munkát végezte, és akkor, hogy milyen jó lesne, hogyha is meglette a férjét egy masszázsal, addig a férje meg ajánlatokat tesz nekem a másik helységbe. És ott álltam értetlenül, hogy ez micsoda, hova kerültem, soha többet nem mentem oda, és megsértődött az apuka. A felesége pedig nem értette, hogy mi ez.
De én meg nem akartam elmondani, mert hogy ez nem az én, tehát hogy ezt én nem szeretném, hogyha majd el akarja mondani, vagy történik ott valami, tehát ez nem az én posztom, én egyszerűen csak kivonulok ebből a dologból, és ezt nem vállalom. Hát nyilván persze, hát nem azért mentél masszörnek, vagy tanultál évekig, hogy hát utána... Hát nekem ez egy életérzés, és én ezt nagyon szeretem csinálni. Hát a férfiaknak is, csak más szempontból. Már ajánlatot tesznek, az is egy életérzés, csak ugye... Igen, az is más. Igen, köszönjük, hogy elmondtad. Milyen masszázs csinálsz egyébként? Shiatsu masszázs, az japán masszázs. Az szerencsére matracon van, és egy könnyű ruhába nem kell levetkőzni, de azt nagyon szeretem. De svéd masszázt és lávaköves masszázt is, ami ugyanúgy van, hogy azt hiszik, hogy rárakja az ember a köveket, és akkor ott hagyja őket. Nem, mert a kövekkel való masszírozást jelenti ez az egész. Igen. Legyen szíves most levenni. Aki szemérmesebb, az mindig a japán masszást kéri, hogy nem kell levetkőzni, ilyen is van. És de valaki meg a másikat, tehát embere válogatja. Aha. Na jó, van. Köszi, hogy elmondtad. Jó munkát neked. Ciao. Köszönöm. Hello. Hello, Éva. Ugye, Bali, te értesz hozzá, a birkózóknál, akkor miért masszírozzák meg a fület az edzők, mielőtt fölmennek a szőnyegre? Az olyan fura, ennek tükrében. Felébresztjék a vágyat. A győzelemre? A kazak birkózon. Nem, vérfrissítő hatása van egyébként, tehát vérnyomás emelőnk vérfrissítő hatása van, tehát fölébredsz tőle egy kicsit, igen. Igen, hát meg ha érted, hát egy mögé kerülésnél mindegy, hogy szerzel pontot, csak valahogy legyen meg a pont. Hát úgy kell olimpiát nyerni, hogy megkivárod, akkor nyerjél úgy olimpiát, csak legyen meg. Nagyon sok SMS kaptunk még a témában, úgyhogy jövünk mindjárt, jó? Jönnek gyorsan a legfrissebb hírek, aztán egy pici reklám, utána már is itt vagyunk. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 múlt egy perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello. A másik oldalon. Hello, itt vagyunk, és ugye arról beszélgettünk, hogy milyen szakmákat ér inzultus egyébként, bármint, hogy milyen szakmában dolgozó nőket ér inzultus, kiket inzultálnak, molesztálnak, kezdenek ki velük, és megállapítottuk, hogy van egy kis sztereotíp szakma nyilván, ahol ugye hát tulajdonképpen nem is azt mondom, hogy bántják őket, de kikezdenek velük. Van, ahol ezzel a nők úgymond egyetértenek, vagy rájátszanak kicsit, vagy élnek a lehetőséggel, hogy több orra való legyen, aztán van, ahol nyomasztó. Én nem csodálkozom azon, hogy egy masszörnővel kikezdenek. Tehát nekem ebben semmi csodálkozni való nincs. A testi kontaktus, ez a, valahogy mert így adja. Mert a sztereotíp gondolkodás a férfiban így működik, hogy 10-ből 5 férfi arra gondol, hogyha masszörnő van, akkor az többre is hajlandó, vagy ha van még plusz 5000 forintos ebédben, megteszi. Nem azt mondom, hogy lealacsonyítjuk a masszőrnőket, hanem mert vannak foglalkozások, ahol egyszerűen összekötöd a kettőt egymással, nem? Tehát a masszőrnőknél azt gondolod, hogy biztos 10-ből 8, ahogy egyébként elmondta a hallgatónk. Elsősorban biztos megcsinálja. Aha, elsősorban Jánoshoz szól a kérdés, hiszen az internet azon oldalait hármunk közül ő ismeri a legjobban, amiről most szó lesz. Hadd ezt a sztereotípiát hadd erősítsem, hogy olyan összefüggést láttok vajon, hogy a pornó világában vannak ilyen tipikus filmek, amikor a titkárnővel, amikor a, hogy ezt, talán ezt vetítjük át az életben? Nem, azért próbálkozunk nem, meg? Szerintem itt nem tudod eldönteni, hogy mi volt előbb. Itt lehetne azt mondani, hogy az erotikus filmekben, az erotikus filmek forgatókönyvének a megírásánál pont ezekre a sztereotípiákra építenek. Aha. Tehát nem az erotikus filmeknek a hatása az, hogy így gondolkodnak az emberek, vagy úgy is mondhatjuk, hogy legalább annyira a hatás az erotikus filmeknek, mint az erotikus filmekben lévő vagy megjelenő sztereotípiák. Tehát, hogy ez oda-vissza dolog, nem hiszem, hogy ennek a függvénye lenne. A filmeknek a forgatókönyvet így írják meg. Ja, ápolónő, ja, masször, ja, titkárnő. Tessék, ezek magas labdák. Persze, abszolút így van, persze, nem a filmek hatására gondoljuk ezt, igen. A Stewie-kat bármikor fél óra alatt fel lehet szedni, persze nem könnyű, hisz én vagyok a kapitány. Írja nekünk, de sem ez valaki, igen. Azt mondja, hogy micsoda? Vagány pincérnős témához megtörtént eset, vagány csajnak szegezték a kérdés, jó vagy bébi? Megsüthetem benned a kolbászom? Oh. Jézus, atya úristen, milyen SMS-ek, igen. Anna hazudik, ő hívott vissza aláírás Nógrádi György. Bankban dolgoztam, rendszeresen megpróbálta kikezdeni velem, pedig egyáltalán nem vagyok kihívó, a banki körülmények pedig pláne nem azok, ezt Ibolya küldte nekünk, köszönjük szépen. Hát egy banki alkalmazatról az ember nem gondolja, nem mész én számlaügyeket intézni, ott ülnek az arankák, nem nagyon gondolod, hogy valahogy a banki alkalmazottak, akik vagy Katalinok, nem, a bankban elmondom, Katalin, Ibolya,
Kovácsné és kikülnek még bankban. Kovács Attilánék, nem? Etelkák és Katinkák ülnek a bankban. Hát az én bankosom Bernadett. Bernadett? Berni a bankosod? Mm, igen? Így van. Nem Bernizi. Nem mondhatja azt, hogy Berni. Bernadett. Természetesen nem. Egy nagy, nem, hát persze, természetesen nem. Hatalmas tisztelet van bennem egyrészt azért, mert tisztelem, mm. másrészt azért meg ugye a pénzügyeinket is ő intézi. De Arankával például cukrászdában nem találkoztam még, de te biztos sokkal. Sok van ide. A nagypapám kb. 70 éves volt, mikor műfogsort csináltatott, a doktornő az ölébe ült, az öreget úgy kellett rábeszélni, hogy menjen már, mert ki van fizetve a foga. Ezt Barbie küldte nekünk. A férfiakat is bepróbálják. Spirituális szakmában dolgozom, klienseim 90%-a nő, és folyamatosan próbálkoznak. Ugyanígy egy férfi jógaoktató ismerősömet is megkörnyékezik, szóval nem csak a nőknél, a férfiaknál is próbálkoznak. Hát nyilván biztos, persze. Azt mondja, hogy Magyarországon a hölgyek által űzött szakmák közül a legtöbb inzultáció az örömlányokat éri. Írja nekünk valaki. Atyaisten, pultosok írnak még nagyon-nagyon sokan. Fogorvosként dolgozom, nőtől, férfitől egyaránt kaptam félreértetetlen ajánlatot. Ez dicséret, tehát akkor jól csinálod a munkádat, meg jól nézel ki. Nem? Nők is, férfiak. Masszőr vagyok. Tőlem is kértek már prostatamasszást, de előfordult, hogy egy idős bácsi elkapta a nyakamat, szorongatni kezdte, hogy legalább egy puszit adjak neki. Na, hát az öregben volt vitalitás. Az milyen, amikor masszőrként dolgozol, igen. Én a Tetyóban dolgozom pénztárosként, nálunk a főnöktől alapelvárás, hogy mosolyogj, kedves legyél a vásárlókkal, ellenkező esetben nem járhat fizuemelés, viszont ezt így a pasik rendszeresen félreértik. Például nálam átment konkrét munkáján kívüli zaklatásba az egyik esetem, már gondolkodtam feljelentésen is, írja nekünk egy hallgató. Hát igen, pláne nehéz, ahol elvárás, ugye, a férfiak pedig az egójukból kiindulva ezt magukra veszik. Igen. Felszolgáltam 8 évig, vannak sztorik, a férfiak ilyenkor leginkább a fölé rendelt szerepbe képzelik magukat, és azt hiszik, hogy bármit lehet, írta nekünk még egy hallgató. Köszönjük szépen. Na, hát stewardessek, pultosok, és hát a masszőrök, hát a szolgáltatói akkor iparban, hogy dolgozók, igen, hogy a masszőri ágban dolgozók kapnak még egyébként ajánlatokat, ahogy látom. Igen. Külkereskedelmi cégnél dolgozom értékesítőként, egy ügyféltől kaptam a következő üzenetet. Ja igen, ezt már olvastam a legost. Igen, köszönjük szépen. Jó, na hát ilyen SMS-ek jöttek, majd egyszer fordítunk a dolgot, megnézzük, hogy a férfiakat mikor, milyen szakmában inzultálják, vagy hol akarják őket szétszedni. Most gondolod, a férfi jógaoktató, vagy ott van 40 nő, hát azért az szüretelés. Nem? Hogy hívják az a férfi jógaoktatókat, hogy hívják általában, ha már a nőkre mondtuk az Arankákat és a Katákat, a bankosokra? Nem tudom. Hát nem tudom, kérdezem, te szoktad így mondani mindig, hogy megtörtént. Ja, azt hittem, valami szörnyű viccet kezdtél el mesélni, és gyorsan kivonultam a megszólalásból. Azt hittem, ez egy vicc, hogy nem hívják a férfi jógaoktatót, és így elhallgattam, mondom, úristen, mi lesz ebből, nem tudom, férfi jógaoktatók, nem, ott nincs tapasztalat, nem jártam még. De valószínűleg nem károlyok. Na, hármasugrást játszunk, ha minden igaz, már itt is van egy hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Írja Laci, hogy ő kukás, és már többen kikezdtek velem, de az is érdekes lehet, hogy hogy egyébként. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, Bianca vagyok! Hello, szia, Bianca! Hello! Lehalkított kicsit a rádiót, Bianca? A rádiót? Hát az nincs bekapcsolva. Nem, nem. Nincs bekapcsolva, akkor csak a saját visszhangot hallottam. Jól van, merre vagy, Bianca? Lőrincében vagyok, éppen Heves megyében. Senki nem tudja, hol van. Hát te tudod, az a lényeg. Mit csinálsz ott? Most a polgármesteri hivatalba szeretnék ösztöndíj ügyet intézni, és most itt állok előtte. És fúj a szél, vagy ilyen nagyokat sóhajtasz? Fúj a szél. Ja, fúj a szél. De én nem valami fedett helyre? Olyban tűnik? Nem. Nem. De. Igen, no, igen, de mégis, de kiszakad a fülem. Menj nyugodtan, köszönts mindenkit a polgármesteri hivatalban. Hát, ha valaki odá mellét segíteni. Na, és mi az, amit intézel? Mi az, amit intézel? Mit mondtál? Ösztöndíj? Ösztöndíj, igen. Egyetemre járok. Aha, bent is fúj a szél. Hol vagy most? Mindjárt bent vagyok. Egyébként hozzá tudnék szólni még az előző témához. Na, zaklattak, ne csinálj! Hát
Hát mondhatjuk így is, egyébként a munkakörömben benne volt, tehát tanítottam rá. Vendégkísérő voltam egy ázsiai nagyvállalatnál, recepciós vendégkísérő, kosztümbe kellett ilyesmi, és ez az ázsiai úriembereknek nagyon tetszett. És tehát nem európai módon udvaroltak, mondhatjuk így, tehát slime-el és lenézéssel, és nem tudtak angolul, tehát nekem angolul kellett volna velük kommunikálni, ha tudtak volna, és úgy gondolták, hogy a magyar lányok azok egyértelműen prostituáltak, tehát én nem csak kísérgetem őket, hanem utána is elkísérem őket, és mindig ebből állt a beszélgetés, hogy butifulgör némkább, és én mondtam, hogy nem szeretnénk némkábot, de ezek őket egyáltalán nem zavarta. És tudjátok, ennek így megvan a pikantériája, amikor azt hiszed, hogy egy 15 éves fűzés egyébként 56. Tehát az ázsiaiak már ez így igen, kicsit olyan kortalanok. De ez mit jelent, hogy slime, mert köptek közben? Vagy ezt hogy érted? Hát inkább csak szívogatták. Tehát azt már megmondták nekik, hogy Európában nem is nem köpjük ki. De attól függetlenül még szívogattak, igen. Igen, Ázsiában a köpködés, ez teljesen bevett szokás, ugye ezt elmeséltem, hogy amikor Pekingben volt az olimpia, akkor a komplett Kínát próbálták leszoktatni a köpködésre, hogy legalább bírják ki, hogy Pekingben az olimpia alatt nem köpködnek. Nem sikerült, egyébként folyamatosan köpködnek. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Vihető. Vihető? Vihető. Na, mehetünk? Mehetünk. Na figyelj, Bianca, hallom, hogy beértél közben. Így igen, szól igen. Az első kérdés. Milyen állatról kapta a nevét Uma Thurman a Kill Bill című filmben? Húha. Valamilyen... Bérgyilkosként volt neki. Igen, igen. Fekete Mamba. Így van. Nagyon ügyes. Úgy van. Láttuk élőben itt Afrikában egyébként. Kemény. Nem egy barátságos. Nem egy barátságos jószág. Mehetünk tovább? Mehetünk. Jól van, figyelj, dedikált Egér alátétért. Így szól a második kérdés. Ki volt Régely várának kapitánya az erődítmény 1552-es ostromakor? Ó, te jó ég. Halljaj. Na most meg vagy. Egy nemzeti ősünkről van szó. Az önfeláldozás az ott, és példa. Nem. Dózsa György. Dehogy is. Vagy igen? Hát figyelj, végül is a század az jó, de hát nem ezt nem tudjuk így elfogadni ebben a fölött. Igen. Szondi György. Szondi György. Oh. 50%-os a György miatt. Uh-huh. A György meg volt, igen. Igen, ez mindig nagyon szégyen, amikor történelmi kérdésen bukik el valaki. Szondi két aprója nincs meg? Uh-uh. Balada? Mert hogy irodalmi vonatkozása is van a dolognak. Azt hiszem, amit te mondta, 1514, talán nem tudom, az évszámokat azért jó vagyok. Igen, az a Dózsa-féle parasztháború, az 1514 volt, ugye? Igen, ez 52, igen, Szondi György. Picit Szondi más, György. Más tisztú. Más. Hát sajnálom. Bianca, hát ez nincs meg most. Köszönöm szépen a játékot. De nagyon üdítő volt veled beszélgetni, igen. Kis vidám a hangot, szeretjük az ilyen hallgatókat, akik adnak. Mármint egy hangilag. Tényleg, kis helyes vagy. Köszi a játékot, ciao. Szép napot, sziasztok! Szép napot, jó ügyintézést! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Károly vagyok, jóga oktató, írja meg. Na látod? Na gyerekek, régen volt ilyen, ami most jön, 9 óra után terméket tesztelünk, kipróbálunk egy játékot, Mágikus Gin, ez a játéknak a neve. És ez igazából azért tudom bemondani, mert hogy internetes fórumokon bárki megnézheti, nem is kell megvenni, tehát nem konkrétan egy dolgot reklámozok, hanem ez egy internetes játék. És azt írja ez a figura, illetve azt olvas, azt ígéri a játék, hogy ez egy gondolatolvasó játék, számtalan állatfajtát ismer, és alig várja, hogy próbára tegye a te tudásodat. Vagyis ez egy interaktív játék, amit most letesztelünk, hangfelismeréssel tud barkopázni veled, és kitalálja, hogy te milyen állatra gondolsz, azt hirdeti ez a játék, hogy túl tudsz-e járni az eszén, vagy pedig ő ügyes, és kitalálja a játékot, hogy te mire gondolsz. Néhány kérdésre kell válaszolni, és állítólag ez a játék interneten keresztül kitalálja, hogy te milyen állatra gondoltál. Ez menőn hangzik. Ez menőn hangzik. Nem tudom, hogy mire jó, azt ne kérdezzétek, egy ilyen játék azon kívül, hogy leülsz vele és hármat barkopázod, de mondjuk a gyereket leülteted, és próbálgatod. Kitalálja, hogy te milyen állatra gondolsz. Ez jó, jónak tűnik, nem? Úgy, jó, hát már kíváncsi vagyok, ha működik, ugye? 4 éves kortól ajánlott lányoknak és fiúknak, így van. Na, megnézzük. Jó, úgyhogy ezt fogjuk kipróbálni, egy perc van pontosan 9 óra.
jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9:10 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága morning show hallgatók, itt vagyunk. Hello Feri, neked otthon Budapesten, Sövi. Magyarországon. Hello Jani, neked. Sziasztok. Itt még mindig Dél-Afrikában, közel egy hétig. Nem mondjuk, hogy milyen idő van, nem hergelünk senkit, bár most igazából nem annyira számít hergelésnek, hiszen azt halljuk, látjuk, olvassuk, hogy nálatok is egészen jó idő van. Gyönyörű, parádés. Gyerekek, jó volt ez a Bryan Adams. Komolyan mondom, jól esett. Tényleg. Avancsik meg Kavancsik meg Pavancsik közepette. Egy kis hangszeres rockzene, a végén hívő leszek, tényleg. Elkezdem kedvelni. De ezt mondjuk, ezt a dallamosokat én mindig is szerettem. Tehát ez egy jó dal. Jó Chris Malinczek is, de egy Bryan Adams itt a sok tudsz zene között. És ez a zene irány sajnos, hát ezt játsz a rádió is, de ez most a világviszonylatban is ez megy, mindenki ezeket a hangszer nélküli kicsit ilyen ízé zenéket csinálja. Én már a kicsinek is örülök. De mondjuk azzal együtt élsz 40 éve. Tehát, hogy persze, minden este köszönsz neki. Szia. Viszont megbízható, jól funkcionál. Egy panaszra semmi ok. Egy Patek Philippe. Így van, csak egy csettintés, és már. De tényleg milyen jó zene, nem? Tehát így kiemelkedik, mert hogy ugye ma a zenei irányzat, az tényleg, amit játszanak a magyarok is, Király Viktor is, tényleg Kálai Sanders, ez a kicsit éneklős, gépzenés egyveleg, és aztán jön egy klasszikus, régi, igazi rockzene, és azt mondod, hogy úristen, régen 100 ilyen volt, ma egy ilyen van, meghalod, és egyszerűen felkapod rá a fejed. Ritkább már, aki hangszeres zenét csinál, nem? Hát most engedzed a Gagát, vagy a Chris Malincseket, vagy tényleg Avincsit, bárkit. Hát ma ezek a zenék mennek. Mondjuk a Brian Adams fura is lenne, hogyha előjönne most valamilyen elektronikusabb irányvonal. Van azért egy-két olyan előadó, aki egyéb népszerűbb, vagy akkor népszerűbb műfajokért elhajta a saját eredeti műfaját, és csalódást is okozott a rajongóinak. Hát Brian Adams nem ezek a kategória, hál' Istennek. Tegnap mentünk ki forgatás, egy Bruce Springsteen dal szólt, vagy éppen jöttünk haza a forgatásról, úgy megörültünk neki. Aztán Whitney Houston, olyan jó rádiókat találunk, nagyon jó zenéket nyomnak. Jó kis csatornák vannak. Jó zenék vannak, igen. Na, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy még kapunk mindig zaklatós SMS-eket, de befejeztük a témát, köszönjük szépen. Ugye arról beszélgettünk itt 8 óra után, hogy kiket érint leginkább a zaklatás, mely foglalkozásokat, elsősorban, ha nők űzik, vagy végzik ezt a munkát, de lezártuk, úgyhogy köszönjük. Az SMS-eket nézem, hogy mi a helyzet viszont az utakon. Ugye volt kora reggel egy hatalmas baleset a gyorsforgalmin, már jól lehet haladni, úgyhogy nyugodtan menjetek arra. A Pacsirta mező utca Margit híd felé elesett, aki tudja, kerülje. Valda küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán Szászváron brutális baleset van, mentőhelikopter és minden más a főút lezárva. Ezt Krisz küldte nekünk. Ma megint sok a baleset. Egyébként én megcsuklom. M7-es 102-es kilométer Nagykanizsa felé a siófoki kijárat előtt mérnek. Ezt Laca üzente, a Gyömrői úton Pest felé mérnek szintén. Bele is gangoltam. Tomi írta nekünk. Egészen pontosan mondom, hogy hol van a felső csatári előtt. Aki a Gyömrőn jár, azt tudja, hogy ez mit jelent. Köszönjük ezt az SMS-t is. Hát Tomikám, jön a levél Vas megyéből. Reméljük, hogy az alsó határt húzod. Mennyi most a legalja? 30 talán, ugye? 15, onnan 45, indul. 60, 90, 30-ról indul. Ugye? M3-as Babati pihenőre a leállósában rendőr van Nyíregyháza felé, ezt pedig Ancsa küldte nekünk. Csak mondom a magyar Bryan Adams fanoknak, hogy frissítsék a wikiüket, a magyart. Jó? Nem ma van. Kicsit le vannak maradva. Nem ma van a szüli napja. Ezt semmit nem értettem. Micsoda, hogy mit csináljanak? Hogy frissítsék, vannak magyar nyelvű wiki oldalak, és igen? Akkor ezeket a magyar rajongók szokták általában frissíteni, és felszólítottam őket, hogy a kedvencüknek az oldalát frissítsék, mert megtehetik. Beleírta valaki, hogy hülye Bryan Adams? Vagy? Nem, az a baj, hogy nem írt bele senki már évek óta szinte semmi. Kihaltak a magyar Bryan Adams rajongók. Az utolsó elbúcsúzott, szépen fogta magát egy csendes őszi délutánon, meghalt, és évek óta senki nem jut a magyar Bryan Adams oldalat. Mi melyik az utolsó album, ami fönn van? 2004 vagy 2008? Azt hiszem, hogy 2004-es volt. Az könyörtelen, hát az ott csak kijött valami. Igen. Hát nem kevés. És ugye itt van most ez a Tracks of My Heel album, amiről szerintem ez a dal is szólt, ebben nem vagyok egészen biztos. Igen. A legmegdöbbentőbb egyébként nem ez, hanem valaki megírja. Az nem Avancsi, hanem Avicii. Atyaisten, hogy valaki még mindig ennyire humortalan, hogy miért nem Kossuth Rádiót hallgat, de tényleg komolyan mondom. Úristen. Na, terméket tesztelünk, gyerekek, hát régen volt ez a rovat, és én örülök neki, mert szeretem, amikor vagy megerősítünk, gyönyörű, már mutatod, igen, Skype-on, vagy megerősítünk egy terméket abban, hogy jó, és vehető, vihető, vagy azt mondjuk, hogy gyerekek, kiméljétek meg a családot, a pénztárcátokat, és ezt ne vegyétek meg, mert a termék nem tartja azt, amit ígér, és azt írja ez a termék, hogy a Barkóba a kedvencem, szinte mindig én nyerek, állítja ezt a termék magáról.
megveszed sok-sok pénzért, odaadod a gyereknek, és kitalálja állítólagosan, hogy te mire gondolsz. Egy interaktív játék. Oké, okay, igen, nem tudom, attól függ, ismételd meg egyet vissza, ezeket mondja a játék, te beszélgetni tudsz ezzel a kis állatkával, ő pedig kitalálja, hogy te mire gondoltál. Nyilván rommá szivatjuk perceken belül, de csak most mondom, mielőtt kitaláltátok az életetekben eddig halott legrohadékabb állatot, mert már gondolom, hogy mind a ketten ezzel gondolkoztok. Már meg vagyunk. Sztereotíp állatokat is adjunk neki. Ez egy interaktív játék, ugye? Így van, mert macskára hajaz, bár a fülecskéje, ugye ő azt írja magáról, hogy ő egy dzsin, de egy macskára hajazó szerkezet ez, az orra megnyomásával tudod elindítani, és akkor ő felteszi a kérdéseket, neked pedig ezeket a válaszokat lehet adni, amiket te felolvastad, hogy igen, nem tudom, attól függ, illetve vissza lehet kérdezni még, hogy még egyszer kérdezze meg. Hihetetlen, hogy apu, anyu és a tesók kimentek már a divatba. Ennyi, nem kell, az persze, hát most mit uncsa? Lerakod a gyereknek, aztán kérdezed. Na, ugye ez a játék, ez tényleg azt ígéri, hogy bármilyen állatra gondolsz, te ő kitalálja, kérdez tőled, hallja, hogy mit válaszolsz, és egész egyszerűen tudsz vele barkopázni. Na, a játék kérdez tőlem, és én mondom az igent és a nemet? Így van, az első így van. Tehát az első lépés az, hogy te kitalálod fejben, hogy mit szeretnél kitaláltatni vele, és ő elkezd kérdezgetni téged, neked pedig ezeket a válaszokat lehet adni, hogy igen, nem tudom, attól függ. És akkor ő szépen megy lépésről lépésre, és a végén pedig van egy tippje, hogy te mire gondoltál, jó esetben eltalálja, nem annyira jó esetben nem találja el, és a szerkesztők azért beletettek néhány vicces dolgot is, amikor, vagy hát általuk viccesnek vél dolgot, amikor ugye azt mondja ez a kis macsesz, hogy hát már tudom, ez biztos, amit én lábatlan gyík, holott te egyébként az ebiharra gondoltál, és akkor utána mondja, hogy hát csak vicceltem. Tehát ilyenek azért vannak benne. Aha. Na, kicsomagolod? És mindez magyarul működik. Történik? Igen, magyarul. Mehetünk így. Le a kínaiú. Kivegyem belőle, megnéznéd, hogy néz ki. Figyelj, hát működik hogy így is. Akkor minek? Ja. Figyelj, miénk vagy mi? Megvettük? Kaptuk? Hát szerintem... most már tiéd, Feri. Akkor... Szóval indítod a játékot, mert akkor én elindítok valamit, jó? Jó. Tehát, hogy akkor várjál. Várok. Na, én ezért szeretem a karácsonyi ajándék kicsomagolásokat is. Másfél óráig kaptam. Még az összes drótot eltávolítod. Egy drótos. Kicsomagoltam, így néz ki. Aha. Indítsam a játékot, figyelj. Várjál. Akkor ezt hallgassuk ezt meg. Figyelj. Be van adva? Emlékeztek erre? Ha persze. Sztereó helyett kicsit mono. Van benne. Jó napot kívánok, kedves nézők! Remélem, hogy a mai játékban is sok érdekes, izgalmas feladvánnyal ismerkedtek. Jaj, de jó volt. Ez van benne valami, ugye Vágó Istvánnal. Na. Azt mondja, hogy jó, te kérdezel, mi kérdezünk akkor tőle, hát és ő válaszol, ugye? Ki, mit akarunk vele kitaláltatni? Könnyűt, kezdjük egy könnyűvel. Azt meg tudjuk beszélni, kezdjük egy könnyűvel. Ezt ő nem hallja. De nem mondjuk el, Ja, hát jó, nem hallja, mondjuk nem mondjuk el. Jó, gondoltam egy állatra, jó? Én is. Mi a pajti? Te is? Anyád a pajti. A parkóba a kedvencem, szinte mindig én nyerek. Gondolj egy állatra, ha megvan, nagy képű. Mondd, hogy oké. Oké. Remek. Felteszek egy kérdést. Válaszolj rá a választ, igennel, nemmel, vagy nem tudommal. Vagy azt is mondhatod, attól függ. Oké. Ez az állat tud úszni. Nem. Nem. Érdekes. Milyebb az érdek? Ez szőrös? Nem. Nem. Aha. Értem. Ez az állat rendelkezik csőrrel? Nem. Nem. Fú, de agyom, már agyom verném egy kalapáccsal. Nagyon kicsi? Nem. Nem. Gondoltam. Itt gondoltam. Ha most megmondja a gyerekek, betérdelek. Mint egy mikrohullámú sütő. Igen. Igen. Rendben van. Ez leginkább növényeket, füvet és gyümölcsöt eszik.
Várjatok, konzultálok. Aha. Megismételnéd? Azt! Igen! Oké. Ez az állat még létezik? Aha, na most az van, kedves hallgató. Rendben. Várjál, ne dumáljál bele, mert megszakadt az internet kapcsolatunk, tehát én nem látom a fiúkat Afrikában, de szerintem másodperceken belül ezt újra fogjuk éleszteni, és akkor újra előre elkezdjük, mert szegény, én nem tudom, hogy a fiúk mire gondoltak, egyébként végigjátszanám a játékot. Újra. Ne dumáljál bele, picit muzsikálunk, aztán már is itt vagyunk. Bancsos. Na hát kérem szépen, játékkal mi bőszen elszórakozunk, de úgy tűnik, hogy az afrikai stúdiót végleg leszették az internetről. Ha valakinek a hallgatók közül van tippje, hogy mi lehet az az állat, amire Balázs gondolt, akkor legyen kedves, írja meg. Ismételd meg. Ez tud ugrani? Fogalmam nincs, mert nem én gondoltam, hanem Balázs, te szerencsétlen. Ez az állat a szavannákon él. Még egyszer mondom, hogy fogalmam nincs, mert ők Afrikában vannak, de nem én gondoltam. Meg fogalmam nincs. Nem értettem. Mondd újra. Nem tudom. Rendben van. Ennek az állatnak ott van vannak foltjai? Jó, muzsikáljunk, akkor én addig ezzel elszórakozom. Várjál, mert lehet, hogy a kollégák fölvették a felhallgatót a másik oldalon. Halló! Halló Afrika, itt Budapest! Halló! Halló! Okay. Na, adásban vagytok. Ja. Na, hol tartottunk? Úgy kezdődik a még neve, nem törted össze? Hogy T, mint Tibor? Azt kérdezi, hogy úgy kezdődik-e a neve, hogy T, mint Tibor. Az enyémnek? Aha. Mi azóta játszát? Figyelj, azt csináltam. Ez egy hosszú játék. Mert egy darabig próbáltam feltartani, vagy fenntartani az érdeklődését ennek a rohadéknak, de aztán ő ment tovább a kérdésbe, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én játszom tovább, bár fogalmam nincs, hogy te mire gondoltál. Na, úgyhogy újra akkor kezdjük. Előről. Jó? Csin vagyok. Jó. Egy varázslatos gondolatról. Jól van, oké, lapozzon a hallgassára. Ha megvan, mondd, hogy oké. Oké. Most ugyanaz az állat, ezt kíváncsiak, hogy ugyanazon a nyomon megyünk. Felteszek egy kérdést. Na, tegyek. Válaszolj rá igennel. Mennyire akarod megölni ezt a játékot? Vagy nem tudommal. Vagy azt is mondhatod, attól függ. Kérdezzél. Oké. Ez tud úszni. Na megint? Nem. Nem. Aha. Értem. Ennek vannak szárnyai? Nincsenek. Nincsenek. Ennek vannak szárnyai? Nem. Értettük első és a halom. Mondd újra. Nem. 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 Na. Köcsög. Ez az állat szőrös? Nem. Nem. Gondoltam. Gondoltam. Ennek vannak fogai? Jani, segíts. Hogy nem volnának? Igen. Hát most megleptél. Összezavart ez a rohadt állat. Ez leginkább növényeket, füvet és gyümölcsöt eszik? Igen. Uh-huh. Igen. Ha megmondja, betérdelek. Oké. Azt hiszem, megvan. Azért még kérdezek párat a móka kedvéért. Anyáddal mókázzál. Nagyobb, mint egy motorbicikli? A múltkor a mikrót kérdezte. Uh-huh. Nagyobb. Igen. Ja, igen. Érdekes. Ennek az állatnak karmai vannak? Nem. Nem. Aha. Értem. Ennek hosszú nyaka van? Én megölöm. Megkigérom magam. Az a megyek, ez lesz az első dolog. A zsiráfra gondol a kis rohadék hosszú nyaka van? Nem. Nem. Uh-huh. Ez szarvas vagy agancsos? Igen. Igen. Gondoltam. Anya. Ja. Ez az állat még létezik? Kérdezz már a bűnös... Igen! Igen! Rendben van. Ez általában barátságos.
Okay. Nem. Mit okézol? Mondom, okay. Nem. Igazi gondolatolvasó vagyok. Vagy hát persze. Azt hiszem, a megfejtés az orrszarvú. Igazam van? Nem áll, hogy az orrszarvú. Igen. Az. Súgtál egy Feri. Basszus, az volt. Ez tényleg. Az nem? A szavannákon él. Jó van, hallgass, jó, aztán álljál már, itt fölényeskedsz már. Paraszt. Köcsög. Figyelj, gondoltam volna a Brachiosaurusra is, de nem akartam először megtréfálni, és gondoltam, legyen egy egyszerű állat. Az orrszarvúra gondoltam. A gyerekedet lehűíti, mert csak igen nemmel válaszol a gyereknek. A barakban lényeg ez, de basszus, az orrszarvú. Virág, előre mondom, nem kapsz. Odaadom nem, ezt. Vagy nem leszek otthon szenteste. Figyelj, orrszarvú. Na még egy kör, egy utolsó, tessék. Na, pedig gondolj valamire. Ne valami nagyon szemétre, mert nyilván azt nem találja ki, hogy mit tudom én. Hát de pont az a lényeg, igen, hogy megszívassuk. Egy fokkal nehezebbre, jó? Na, egy fokkal nehezebbre. Jó. Na most megint elmondja persze ezt a bevezető dumát. Már megvan. Mondd, hogy oké. Oké. Szuper. Felteszek egy kérdést. Senki nem mondja, hogy szuper. Senki nem beszél. Modor Mártól. Vagy nem tudommal. Ezt nem lehet vagy átugrani. És mondhatod, attól függ. De okay. Mondd rá, hogy oké. Okay. Oké. Okay. Ez négy lábú? Nem. Érdekes. Mi az érdekes ezen? Ez az állat két lábú? Nem. Megismételnéd? Nem! Ez az, most megfogtam a kis rohadékot. Mondd újra. Nem! Csak húzza az időt, gondolkodik közben. Szórakozik veled, Feri. Ez nagyon kicsi. Nem! Ez az állat nagyobb, mint egy mikrohullámú sütő. Rohadt, igen. Ezzel jön. Nem teragadt neki. Gondoltam. Ez a szárazföldön is tud élni? Nem. Rendben van. Most kinyírjuk. Ez az állat pikkelyes? Nem. Most okay. Elkaptuk, te rohadék, most nem. Megvagy. Ez tud ugrani? Nem. Érdekes. Az érdekes. Érdekes, semmi. Fingod nincs. Ne súgj. Már tudom, kussolj! A varázserőm nem hagy cserben, a feladvány egy repülő csiga. Hát a hülye vagy. Nem. Figyelj. Na itt a vicc. Szuper humorom. Igen. Loser. Vannak csápjai, ezt kérdezik. Értem. Ez az állat sokszínű? Igen. Megismételni? Nem hiszem, hogy megint kitalálta. Igen. Megint kitalálta. Nem találta. Csápok. Figyelj, nyugi. Most már van egy tippem. Szerintem a megfejtés a korall. Eltaláltam? Na most nem hülye, korall. Nem. Rendben van. Azt hiszem. Aha, rendben van. Aha, ezzel okay. Nyugtatod ja, magad. Igen. Mi, hogy rendben van? Nincs itt rendben semmi. Jó van, meg vagy te rohadom. Igazam van. Mire gondoltál? Ismételd meg. Azt hiszem, a megfejtés a medúza. Igazam van? Nem. Nem. Kettőször beszivattam. Kettőször beszivattam. Kezdődik a neve, hogy P, mint Petra. Jó van, most persze, mindig kérdezzük az ABC-t, hogy érted, a Benny is megfejti, pedig csak 5 éves. Ennyi. Akkor kinyírtuk. Mondjad. Mit csináltál? Mire gondoltál? Ismételd meg. Ennek úgy kezdődik a neve, hogy P, mint Petra? Nem. Gondoltam. Te tudod. Aha. Mire ez már a hal, mert ő most ő polipot mondott volna. Aha. Igazi gondolatolvasó vagyok. Ha a varázserőm nem hagy cserben, Jézus. A feladvány a polip. Nem. Eltaláltam? Nem. Marhára nem találtad nem. El. Mondd meg, Feri, mi úgy volt az? Tintahal. Hamarkodtam a tippet. Hát ez már a harmadik típje volt. Ha most azzal jön, hogy igen, mert hogy a polipok is, a tintalak is a lábas fejek közé tartoznak. Föl kell adja a játékot, azt mondtam, hogy föl kell adja a játékot, és megkérdezte, hogy játszunk-e még egyet. Ki jobb forrad, jó van, ott fut a gyáva. Ennyi. Jó van, neked annyi. Na csá. Kemények vagyunk.
az összkorunk száma az olyan 120, és tönkretettünk egy három éveseknek szóló játékot, nem? Tehát azért így van bennünk. Van bennünk. Hát csináltuk. Hát ez gyerekek, az orszarút kitalálta. Ki? Megadható. Egy már megadható. Gin. Ha egyszerűbbeket, mert egyszerűbbeket, hát ha ilyeneket ki tud találni, egyébként itt ugye azért ez tényleg jók voltak a vonalak, amiket ő nézett, a korall is jó volt, a polip is jó volt, csak egyik se volt igaz, meg a medúza se, tintahal lett volna. Aha. Milyen jó, de nem az van egyébként, hogy megadhatjuk. Igen, ha most azzal jött volna, és visszakérdez, hogy de miért valamilyen, tehát hogy ő is a fejlábúak közé tartozik, ami egyébként igaz, tehát a tintahalak is, meg a polipok is. Aha, akkor... ennyire már nem összetett a dolog. De jó. De nem. Mi van, ha ennyire összetett a dolog? Akkor tényleg kinyírom magam, ha ez mindent tud. Mondjuk ezt meg, igen, ha ezt is megmondtam volna. Na jó van. Jó, megadjuk, megadhatjuk, meg, nem? Meg, az elefánt meg, is szép, meg. Most a tintahara kevés gyerek gondol, az elefánt, tigris, zsiráf, majom, ezekre gondolnak, azt viszont kitalálta volna. Jó. Viszont a gyerek tényleg ezt kér karácsonyra, biztos vagyok benne, hogy a konyhába fogok üvölteni befel, amikor meg gin vagyok, szeretnél játszani? Nem! Jani, gyere be a konyhából, ne bújj el! Na jó, fél tíz múlt pontosan, 7 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3-4-10 lesz pontosan. Megölöm magam. Megadtuk, de kinyírom magam, ezt még egyszer végig kell játszani. Viszont jó, tényleg, tehát nem gagyi maga a szerkezet, tehát működik igazából. Nyilván nem a sisakos kazuára gondolsz, akkor tényleg kitalálja. Azt ki kellett volna próbáljuk. De egyébként igen, bűtös életben nem találta volna ki. Na, mutatjuk, hogy miről is beszélgettünk ma reggel, ugye tegnap a Szentendrei úton egyszer csak valaki ledobott 4 köbméter betont, arról beszélgettünk, hogy mi tudásunk szerint, hogy lehet betont engedni a Szentendrei úton, milyen kart kell megnyomni, tévedés, bosszú, vagy egyszerűen csak valaki ártatlanul fogott és ledobott egy pár köbméter gyorsan kötő betont a Szentendrei útra. Lajos, egy mixeres sofőr telefonált és elmondta, hogy ha valakivel ki akarnánk szúrni, milyen gombokat kell megnyomni, vagy hogy lehet betont önteni a Szentendrei útra. És szó volt arról is ma reggel, hogy egy felmérés szerint a pincérnőket éri a legtöbb inzultus a szakmájukban, folyamatosan beszólnak nekik, bántják őket. Szóval a vendéglátásban dolgozó amerikai nők 80%-át zaklatják. Arról beszélgetünk, hogy Magyarországon mely foglalkozásokat űző hölgyek vannak ennek kitéve, és hát rájöttünk, hogy van egy-két foglalkozás, ahol a férfiak azért szeretnek flörtölni, vagy félreértik azt a bizonyos foglalkozást, mint például a masszőr, nem? Így van, és ez a legnagyobb favorit. Ez derült ki az SMS-ökből. Így van, 10-ből 5 férfi azért megy el masszőrhöz, mert azt gondolja, hogy bum-bum finish, vagy happy finish van a végén. Én a 6-tól kezdődök, anya. Igen, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Így van, itt vagyunk már is, kapcsoltuk Dél-Afrikát, 10 perc, már pontosan 10 óra lassan búcsúzunk. Nem találta ki a sisakos kazuárt, bocsánat, csak az ismétlés alatt végig játszottam. Hát kevés volt az esély, mondjuk meg őszintén. Csabi, hello, jó reggel, szia! Ismételd meg, kérlek. Ne csináld. Aha, ne csináld. Értem. Jó. Szevasztok. Tegyük hozzá, hogy nem nekünk szól. Csabikám, mi újság van? Látom, süt a napod akint. Na, annyira jó idő van. Annyira jó idő van, hogy meg vagyok döbbenve. Mert ugye a múlt heti hidegek miatt én azt hittem, hogy kész, ezt elvesztettük, most már legközelebb majd csak tavasszal, de nem. Annyira jó érzés ez. Hát gondolom nektek azért ez megszokott abban a környezetben, hogy süt a nap. Képzeld el, hogy nem. Egyébként most kezd jó idő lenni, tehát az elmúlt pár hétben azért inkább borongós volt, esős, este egészen hideg. Most, hogy jön a nyár, vagy tulajdonképpen vége a tavasznak, most így november második felébe mondanak már igazán jó időt, hogy addigra fog ez bedúrani. De addigra hazajöttünk. Most még csak úgy alakulgat. Viszont addigra már hazajövünk, úgyhogy viszonylag borús időben telt azért az elmúlt pár hét. Mi van a sporttal? Futsz? Mondtad, hogy nem futsz most, ugye? Nem, most kardiózol. Hát most nem is kardiózom, még most van ez a 2-3 hét, amikor én mindenféle kezelésekre járok, mert helyre kell tenni a gerincemet, és addig most mindent pihentetek, de utána megint bele fogok kezdeni. Pár kiló fel fog jönni, tuti, de hát majd szépen leadom. Hát igen, megint. De hát vigyázzál a gerincedre, persze. Aztán majd szépen nekiállsz futni megint. Jól van. Hívjuk a nap hallgatóját. Jó, Anna már, bent van? Már tárcsáz. Nyomkodja. Figyeld. Nagyon. Figyeljük. Féltops. Morning show. Az. Oh, úgy van. Hello. Hello. Hogy hívnak? Adrien vagyok, Győrből. Adrien, hello. Na, írtál nekünk SMS-t, ugye, a 8 órás témánkhoz kapcsolódva,
hogy kiket inzultálnak leginkább Magyarországon. Így van. És inkább mondd el a történetet, mert ez igaz, amit írtál egyébként? Igen, igaz. Szeptemberben volt az esküvőnk. Hát én dolgoztam egy bárban pultosként, és a mostani férjem volt egy vendég, és hát az elején nem igazán volt szimpatikus, mondhatni úgy, hogy ki nem állhattam, mert eléggé nagyképű ember volt. Aztán egy este odajött, aztán beszélgettünk, azt hitte, hogy én aztán mindenre kapható vagyok. Hát aztán igaza is volt. De jó vagy! De jó arc vagy. Végül is ez lett belőle, hogy most az 5. évfordulónkon volt az esküvünk. És azóta gondolom, a többi vendég már nem gondolja így. Nem, vagy ha így is gondolja, nem, akkor nem, már nem, nekik nem mondod ugyanezt, nem. Hogy és milyen igaza volt még ennek is annak. Na, ez csak rá vonatkozott. De mennyire érezte, hogy oda kell menni. Nagyon helyes sztori, azért kértem, hogy mondd el, mert SMS-ben is jó, de gondoltam, hogy így még jobb lesz. Jól van, kapsz egy szép kis ajándékcsomagot tőlünk, jó? Jó, köszönöm. Azóta is pultosként dolgozol, vagy változott nem, a dolog, nem, és más csinálsz már? Nem, már kiszálltam belőle. Elég leginkább volt. Ezért? Hát nem, mert azért én ezeket elég jól tudtam kezelni. Inkább a éjjel-nappal dolgozás miatt. És most mit csinálsz? Most ebédet szállítok. Ebédet szállítasz. Jól van. Na, örülünk, helyes kis történet volt. Küldünk egy szép kis ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm. Ciao, hello. Hello. Csabikám, remek zenei lesznek? Képzeljétek el, a dal ajánlásomhoz tartozik egy kis rövid mozisztori. Nem tudom, ti ott mennyire tudjátok figyelni, vagy nyomon követni, vagy voltatok a moziban az elmúlt 3-4 hétben, vagy 5 hétben. Igen. Kétszer színházba, háromszor moziba, és négyszer vacsorázni. Így van. És a Vidán Parkban is elvitt egyszer. Sehol, Csabi. Nem, én nem vagyok nagy skifi rajongó, egyetlen egy skifit szerettem, vagy szeretek, vagy tudok elképzelni magam benne, tehát hogy az élet így is működhet, az az Alien. De most elmentem tegnap megnézni egy skifit, volt egy ilyen premier előtti bemutatója ennek a Csillagok között című filmnek. Christopher Nolan? Igen. Hát nem győzött meg, hogy ez skifi jó műfaj, tehát nem nekem való továbbra sem. Amúgy nagyon jól össze van rakva, jó színészek játsszák, ráadásul ilyen IMAX-ben lehetett megnézni, úgyhogy fantasztikus volt a képi világa. A történet maga nem annyira meggyőző a számomra. Ettől függetlenül ajánlom nektek, mert tudom, hogy ti az ilyeneket szeretitek. Na de ennek kapcsán azt gondoltam, hogy egy Zanzibár dalt kell ajánlanom, Indulás a Holdra fel. Azt a neki, de szép volt, Zsami! Christopher Nolan a kedvenc rendezőm, és Zanzibár. Jézus Isten! Figyelj! Éles váltás volt. Minden dalt el lehet adni valahogy. Minden dalt el lehet adni. Egy kis körítéssel, bármi. Figyelj! Annyira kiéhezett vagyok az impulzusokra, konkrétan ott ültem a moziba veled, éreztem a pattogatott kukoricát, láttam a kezdő képsorokat, Matthew McCann és a Zanzibár így hátulról, mint egy ilyen 120-as. Micsoda csavar a végére. Egy vasútként, a Christopher Nolan csak álmodik ilyen csavarokra a filmjei. Na de most azt képzeljétek el, hogy nekem ugyanilyen Zanzibár megdöbbentő volt a filmnek a befejezése. Tehát imádtam, na, tök jó volt, meghatódtam. Nehogy mondd el, nem mondd el. És egyszerűen olyan befejezés volt, hogy azt mondtam, na jó, hát menjünk haza. Tehát ilyet nem lehet. Aha. Tehát, hogy? Nézd meg. Fel vagyok háborodva, hogy pont olyan volt be. Neked ez a film, mint nekünk a játék Ginnel. Így van. És ezért ajánlottam az Zanzibárt, hogy lepődjetek meg. Azt a mindenségi. Nézd meg a Christopher Nolan-től az eredetet, azt szerint, az is nem skifi egyébként, de ilyen kis fantasy szerintem, azt szeretnél, azt is ő csinálta, sok filmet csinált. Ne nézd meg az eredetet, mert a végén meg fogsz őrülni azon a rohadék pörgetyűvel. Komolyan? Persze. Vagy kinek higgyek? Ne nézd meg. Ideges, ugyan. Jó, Janik, nem is mondasz. Jó. Vagy nézd meg, vagy a tökéletes trükk, az még jobb egyébként, szintén Christopher Nolan, zseniális. Én nagyon egyébként szeretem. Két kedvenc színészem játszik benne. Memento is az övésze. Nagyon sok jót csinált. Jó, tehát mondom, egyébként... nem az ő hibája az, hogy nekem nem tetszik, hanem maga a műfajjal valószínűleg nekem vannak még problémáim. Ja, akkor mondok még egyet, ami szintén skifi, de lehet, hogy megszerettetjük veled a skifit. Jánossal nagy kedvencünk, District 9, az a címe, 9-es körzet, nézd meg. Nem a Nolan csinálta. Zseniális. Zseniális. Skifi akció, és a Földön játszódik. A Földön játszódik, Johannesburgban ráadásul, óriási társadalomkritika a film, és szenzációs, Földön kívüliek itt ragadnak.
gettósítják őket, és a Johannesburgi földön kívüli gettóban zajlik a történet. District 9 ez a címen. Tényleg sejtettem, meg, ez a házi egy, feladat. Egy film címet bedobok, és negyed óráig még mesélsz, hogy mi, és milyen filmek vannak. Hogy még, ne? És rendezők, és színészek, és pletykák, hollywoodi. De más a District 9. Nem mondok rosszat. A District 9 nézne 9-es körzet, nem hiszed el. Zseniál. Ma este nézd meg, holnap pedig ajánl majd a sajtból van a holdon. Utazás a Marsra, vagy az egér a Marson, vagy valami nagyon durvát, igen. Jó. Jól van. Christopher Nolan zseni. Kíváncsiak az új filmjére. Na, Csabinak kívánságműsora, Csabikám, köszi az ajánlót, 555-55-00, itt tudtok Csabitól dalt kérni, közlekedést is küldhettek az SMS számára, Csabi örül neki, mi pedig holnap jövünk, 8 órakor Gábor is érkezik, úgyhogy itt leszünk, szép napot mindenkinek, szevasztok! Szevasztok!